Szőke Péter vagyok, a Tükörhegyi Közelté Egyesület elnöke, és a mai estén a Törökbálinti Részvételi Demokrácia és Közösségfejlesztés projekt keretén belül megvalósuló Törökbálinti Civil Egyetem második előadására kerül sor. Most ezzel kapcsolatosan ezt szeretném mondani, hogy a múltkori és a mostani előadás anyagával kapcsolatos összes anyag az fölkerül a civilegyetem.hu weboldalra, úgyhogy mindenkinek javaslom ennek a megtekintését. Itt folyamatosan a tartalmat bővíteni fogjuk, úgyhogy remélhetőleg hamarosan egész komoly kis tartalom fog rajta szerepelni. Most vágjunk bele az estébe. Igazából én nekem három darab kérdésem van, amire remélem ma választ fogunk kapni. Az egyik az az, hogy mit jelent a szubszidiaritás, tehát a kisegítés elve. Lehet, hogy sokaknak nem mond semmit. Meglátjuk, hogy kinek mit mond. Egy nagyon fontos elvről van szó egyébként. A következő kérdés, amire én nagyon bízom a válaszban, az a mit jelent a részvételi demokrácia, és milyen hazai nemzetközi példák vannak rá a mai korban, illetve mit jelenthet ma az önkormányzás maga a szó, tehát hogy ezt hogy kellene úgy csinálni, ahogy ezt a mai világ elvárásainak megfelelően történjen. Most az, aki ezekről beszélni fog, ő a Stratégia Kutató Intézetnek a munkatársa, művészettörténész és politológus, ennek a területnek ismert szakembere, úgyhogy szeretném, hogy fogadják szeretettel dr. Ugri Nemesét. Nagyon szépen köszönöm a kedves bevezető szavakat, és azt, hogy ilyen sokan eljöttek. Én megpróbálok megpróbálom úgy megközelíteni ezt a témát, ahogyan én az utóbbi időben ezt az egyetemen meg a főiskolán is tanítom a ifjúságnak. A címenek az előadásnak ugye a végén az lett, hogy a nulladik számú projekt. Ugye ez azért van, mert az önkormányzatok, ugye a jelenlegi törvény és a hagyomány szerint is, elsősorban a fejlesztésekről, fejlődésről szólnak, a helyi közösségek fejlesztéséről szólnak. Általában projekteket írunk, pályázunk, megvalósítjuk, és utána mindig konstatáljuk, hogy valahova ez elszállt a levegőbe. Tehát valamit nagyon rosszul csinálunk, ez a tapasztalatunk. Ha jól belegondolunk, a legnagyobb problémánk az, hogy mielőtt elkezdünk tervezni, elkezdünk álmodozni, elkezdünk valamilyen projektet realizálni, mindig elfelejtjük azt, hogy egy közösségben élünk, és először meg kell szerveznünk önmagunkat ahhoz, hogy egy közösségnek a jövőképét meg tudjuk határozni. Tehát alapvetően, amiről beszélek, és ami a részvételi demokrácia lényegét és alapját is képezi, az a közösségépítés. A két fogalom egymástól nem választható el. Tehát azért nulladik típusú, mert hivatalos kommunikációban általában mint megvalósítandó célt soha nem szoktuk megfogalmazni, vagy ha megfogalmazzuk, az megmarad a szlogenek szintjén, de soha nem lépi gyakorlatban. Ennek az előadásnak ugye több alapvetése van. Az egyik alapvetés az, hogy a fogyasztói társadalom önmagában véve annyira individualizálta az embereket, hogy valójában a közösségek teljesen felbomlottak. Nem rajtunk kívüli hibákra kell itt csak hivatkozni, valahol az emberek egymás mellett élése is megváltozott, de egy biztos, hogy még a modern társadalmakban is létezett, még a 20. században is léteztek komoly úgynevezett civil közösségek, és ezek ahogyan megyünk bele a fogyasztásba, ahogyan az egyéni fogyasztás kerül előtérbe, az egyéni siker fontosabbá válik a másik emberhez viszonyítva, úgy szűnik meg a közösségi kapcsolatrendszer körülöttünk. A másik, meg fogjuk nézni majd, hogy az európai hagyományokban és a mi történelmi múltunkban valóban igaz-e az, hogy az individualizmus volt, lett
az egyetlen lehetséges modell a modern társadalom építésére. A másik alapvetés, ami nagyon fontos, hogy az önkormányzat, a polgárok és az államnak a kapcsolata. Hogy példát mondjak, az elmúlt években ugye állandóan arról beszélünk, hogy autonómiát kéne építeni például Székelyföldön. Miközben a másik oldalról, a saját mindennapi életünkben, miközben ezt követeljük, és autonómiákról próbálunk beszélni, a másik oldalról ugyanezek az emberek, akik elmennek tüntetni, zászlót lebegtetni az autonómiáért, a másik oldalon élik a saját egyéni karrierjükre épített életformát. Felmerül a kérdés, ugye, mert a világ Romániában sem más, mint Magyarországon, felmerül a kérdés, ez a kettő összekapcsolható-e, ez a kettő egymással valamilyen módon harmóniába hozható-e. Az modern demokráciában, a francia forradalom alapvetése óta az ember, mint állampolgár egyénként áll kapcsolatba az állammal. Akkor, amikor az autonómiák megtagadására hivatkozik például Románia, akkor alapvetően erre a francia típusú demokráciára, jogállamra utal, hogy itt kérem nem közösség, hanem egyén áll az állammal kapcsolatba. Magyarul a demokrácia létezik, miért akarjátok ti azt, hogy ez autonómiákon keresztül valósuljon meg? Ha Magyarországon veszem a példát, jogos a dolog, mert való igaz, hogy a modern jogállam az az individuum és az állam kapcsolatára épül. Szét is verte a közösségeket. Nézzük meg, Magyarországon hasonló a dolog, a civil társadalom igazában a hatalommal, az állammal alig áll párbeszédbe. Illetve ha párbeszéd alakul ki közöttünk, akkor formalitások. Legyünk őszinték. Tehát a hatalom az mindig a párbeszédben, mindig fölöttünk áll, egyfajta hierarchiát képez fölöttünk. Na most egy olyan állam, amelyet individuumok, polgárok alkotnak, hogyha eszközrendszerében közelebb is jön hozzánk, például az önkormányzat, akkor mi történik? Az önkormányzat nem más, mint leképezése ennek a hatalomnak, ennek az államnak. És az eltelt 20 évben azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzat az valamiféle mini állammá alakult a saját hatósági jogkörével együtt. Következésképpen én, mint állampolgár, az önkormányzatban is, a hatalmi viszonyrendszerben tudok csak az önkormányzattal kapcsolatba kerülni. 4 évente választhatok, itt is, ott is, de igazából utána csak a hierarchia számít. Le lehet-e ezt bontani? Van egy nagy kérdés mostanság, és ez a nagy kérdés az, hogy azzal, hogy a hatósági vagy az államigazgatási rendszert átalakították járási rendszerré, ami indokolt dolog, hiszen leegyszerűsíti a tevékenységet, sőt azt lehet mondani, hogy a járási rendszert is még följebb lehetne szervezni, hiszen arra van ma már az informatika, hogy minél kevésbé kelljen bekapcsolni a hatalom szereplőit, mint személyeket, tehát sokkal jobb egy elektronikus rendszerben az államigazgatást végezni. De akkor mi lesz az önkormányzatból? Ebből a hatalmi hierarchiából kvázi kivették a kezéből a hatósági, az államigazgatási, a hatalom jelképét, ha tetszik, vagy eszközrendszerét, akkor mi lesz? És alapvetően a kérdés az, hogy az önkormányzatot át tudjuk-e alakítani, vagy vissza tudjuk-e alakítani önkormányzássá? Mik a feltételei ennek? Hogyan változik meg az állampolgár, és ebben az esetben az önkormányzat kapcsolatrendszere. Hogyan tudunk együttműködni? Mert ma már nem arról szól a történet, hogy beszedik-e tőlem az adót, vagy bármilyen ügyemet elintézik. Milyen párbeszéd alakulhat ki közöttünk? És ebben az összefüggésben behelyezve szeretnék én egy kicsit a részvételi demokráciáról és ennek a tradíciójáról beszélni. Tehát alapvetően abban a kényszerhelyzetben vagyunk, hogy a járási rendszerrel a települési önkormányzatoknak is valamilyen módon át kell alakulni. Milyen feladat maradt ezeknél az önkormányzatoknál, vagy ezeknél a közösségi szervezeteknél, nevezzük önkormányzatnak, de most már a klasszikus hatalmi eszközök nélkül.
Ezeknek elsődleges feladata a fejlesztés. Ha tetszik, a területfejlesztés, vagyis a közösségi élet megszervezése és továbbfejlesztése. Én itt a fejlesztést, megint van egy fogalom, amiről hagyományosan a fejlődést az úgynevezett hatékonyságban, számszerűségben szoktuk számlálni. Fejlődés van egy településen, ha 10 emberrel többen élünk egy év múlva a településen. Fejlődésnek nevezzük azt, ha két utcával több van lebetonozva. Fejlődésnek nevezzük azt, hogyha iskola kerül egy településre. Fejlődésnek nevezzük azt, ha gyárat vagy akármit építenek egy településre. Valójában azonban a fejlődés fogalma a mai világban megváltozott, és azt lehet mondani, hogy a fenntartható fejlődésnek a programjával és főleg a klímaváltozás következtében nagyon sokféleképpen lehet definiálni. Ugye lehet környezet szempontból, lehet életminőség szempontjából, de ezek a meghatározások az én vizsgálataim alapján általában mindig az egyén szempontjából felfogott fejlődésre utalnak. Tehát én, ha egy lekövezett utcában lakom, akkor számomra fejlődés történt a településen. De lehet, hogy egy sarokkal arrébb, ahol még mindig bokáig járnak a sárba, ott ők nem érzik ezt a fejlődést. Tehát gyakorlatilag a fejlődés nagyon relatív fogalommá vált. Én másképp fogalmaznék. Én azt mondom, hogy ha önkormányzásról beszélünk, és egy közösségnek az életéről és jövőjéről beszélünk, akkor a fejlődést a közösség jóllétén, egészen pontosan a társadalmi megelégedettségen keresztül lehetne mérni. Tehát nem arról az, hogy én Ugri Nemese és Kis Pista, hanem Kis Pista és Ugri Nemese együtt milyen mértékben érzi azt, hogy ez az megelégedettség növekedett a tavalyi évhez viszonyítva, vagy 10 évvel ezelőtthez viszonyítva. Tehát mi együtt hogyan tudjuk. És ez egy egészen másfajta szemléletet igényel. A fejlődés nagyon sokféleképpen mérik a világban. Ugye tudjuk azt, hogy ha az ökológiai szempontokat veszik figyelembe, akkor a világon a legjobb első állam Új-Zéland. És az Egyesült Államok valahol a 10-valahanyadik helyen áll. Ha a gazdasági fejlődést nézzük, akkor a világban az első helyen az Egyesült Államok áll, és most már úgy néz ki, hogy a Kína. Ha az embereknek a szociális biztonságát és állapotát nézzük, akkor az európai országok magasan jobban teljesítenek, ezen belül a skandináv államok, mint a világ más államai. Ha az ökológiai egyensúlyt próbáljuk nézni, tehát, hogy a természeti adottságok mennyire vannak megőrizve, akkor változatlanul Új-Zéland és Ausztrália vezetnek. Tehát nagyon érdekes, hogy attól függően, hogy mit emelünk ki a fejlődés sorában, attól függően más-más az állapot. Van egy olyan mérés, amit ritkán szoktak használni, de ami egyre inkább izgatja a kutatást, engem is, engem igazából ez a terület érdekel, az a kulturális oldal. Kulturális szempontból például azt kell mondanunk, hogy az elmaradott országok sokkal jobban teljesítenek. Van egy nagyon érdekes mérés, amit nem olyan túl régen végeztek el. Ez például az, hogy azt mondják, hogy azok az országok a leggazdagabbak és legmegelégedettebbek, ahol a kulturális adottságok között a többnyelvűség egy nagyobb. Minél színesebb, minél nagyobb, több nyelvet beszélnek egy kis területen, tehát egy országhatáron belül, annál nagyobb például a környezeti biztonság és a biológiai diverzitás. Annál nagyobb esély van például a közösségi együttműködésekre. És nagyon érdekes, hogy ebben a felmérésben Polinézia vezet a világban, ahol vannak olyan területek, hogy egy szigeten 60 nyelvet beszélnek, de a legnagyobb biodiverzitással rendelkeznek, és az emberek a legnagyobb alkalmazkodó képességgel rendelkeznek a környezeti sajátosságokhoz való alkalmazkodásban. Úgy, hogy a legkevesebbet rombolják közben a környezetükön.
Tehát mi az, hogy fejlődés? Mi az, hogy előbrejutás? Mi az, hogy hatékonyság? Ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. A kérdés az, hogy hogyan közelítjük meg a társadalmi elégedettséget, és én úgy gondolom, hogy ha nem individuális szempontokat, mérőszámokat nézünk, hanem közösségi eredményeket, akkor sokkal inkább megközelítjük azt a szót, amit ugye hagyományosan boldogságnak nevezünk. Egyébként ilyen boldogságméréseket az Európai Unió is csinál, furcsa módon mindig az egyén boldogságából csinál statisztikai eredményeket. Na most én hogy lehetek boldog, ha a szomszédom állandóan sír? Ugye, tehát ez már eleve nonsens a megközelítés, de ezt ilyet csinálunk. És a másik, amit majd ugye megnézzünk, hogy ebben a részvételi demokrácia hogyan tud bennünket segíteni. Ugye azt mondtuk az előbb, hogy a nulladik projektről beszélnénk, tehát hogyha valamit meg akarunk valósítani, akkor először megtervezzük, létrehozzuk, illetve kialakítjuk a létrehozás rendszerét, értékeljük a helyzetet általában meglehetősen racionális szempontok szerint, főleg számokban, hatékonysági mutatókban, majd végrehajtjuk, megvalósítjuk. Ezt hívjuk projekt háromszögnek akkor, amikor tanítom a projekttervezést és a pályázatírást, akkor ugye ez a projekt háromszög az, ami jellemzi a könyveknek a mondandóját és üzenetét. Azonban senki nem beszél egy dologról, ez a visszacsatolás. Tehát arról nem beszél senki, hogy ha én megvalósítok egy projektet, utána ez milyen módon fogja a közösségnek a társadalmi elégedettségét befolyásolni, és hogyan ezt hogy használják. Ez például mindig kimarad. Tehát csinálunk beszámolókat, csinálunk összesítőket, 100 ember jött el egy rendezvényre, 99-et akartuk, jaj, de jó, túlhaladtuk az eredeti tervet. De nem ez a kérdés, hogy egy 100 ember jön el, hanem az, hogy az a rendezvény hogyan tud hatni egy közösségnek az életére és jövőképére. Tehát az alapvető kérdés mindig az, hogy nem beszélünk arról, hogy kezdetben volt az ember. Önök nagyon sokat hallhattak arról az elmúlt időben, akár csak én, hogy főleg a 90-es évekre volt ez jellemző, amikor a nagy beruházások jöttek, településre megérkezett X vállalat, zöldmezős beruházás, barnamezős beruházás, jaj, de jó, munkahely lesz. Elkezdik a munkát, egy hétre rá az emberek elindulnak, tüntetnek, petíciókat írnak, elindul a balhé. Jó, ennek részben vannak politikai mozgatórugói is, de függetlenül ettől azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzat, a klasszikus önkormányzat a hatalmi lehetőségével élve, jó szándékból, nem szükségszerűen rossz szándékból, megtervez egy projektet, természetesen elfelejti megbeszélni az emberekkel, hiszen ő meg van választva, ugye erről szól a jogállam, neki van jogkere arra, hogy döntsön, elkezdi megvalósítani, és közben az emberek rájönnek, hogy neki ez se jó, az se jó, amaz se jó, ezen változtatni kéne, nincs párbeszéd. Igen ám, de az eredmény abszolút negatív lesz, mert ezek a cégek fogják magukat, és előbb-utóbb el fognak menni. Oda menni idegen helyre, ahol balhé van, ahol nincs egyetértés, ahol nincs közös jövőkép, ahol az emberek nem tudnak mellé állni egy ügynek, mert nem értenek vele egyet, mert jogosan vagy jogtalanul, teljesen mindegy, oda senki nem fog soha beruházni. Ezzel a problémával számtalanszor találkoztunk, mondom, főleg a 90-es években és a 2000-es alatt, amikor még voltak beruházások Magyarországon. A másik, ami nagyon fontos tehát, hogy az embert kell először megkérdeznünk, ahhoz, hogy meg tudjuk kérdezni, ehhez viszont az együttbeszélésnek, a közös tervezésnek a feltételrendszerét kell létrehoznunk, kell megteremtenünk. Van egy fogalom, amiről Szent Ágoston ugye azt írja, még talán a vallomásokban, a konfeciuszokban írja, hogy ugye a legfőbb rossz, az nem az ördög, a legfőbb rossz a hiány. Tehát a rossz maga a hiány, azt pótolni lehet. Tehát a rossz az nem egy állandó, örök, mozdulatlan valami, a rossz az, hogy tennünk kell érte, vagyis cselekednünk kell, ezt a hiányt pótolnunk kell, és akkor jobban érezzük magunkat, akkor a rossz elmúlik. De azt lehet mondani, hogy ahhoz, hogy sikert tudjunk együtt elérni, ahhoz elsősorban azokat a hiányokat kell megfogalmaznunk, amely a közösség számára valóban hiányként jelentkezik. Ez nem biztos, hogy egy gyár építése.
lehet, hogy sokkal jobban járnak itt autóbusz vagy vonatjárattal egy nagyvárosba, és akkor az emberek nyugiban élnek a falvukban. Nem biztos, hogy ide kell hozni egy járat, ahogy sokan gondolták. Az sem biztos, hogy fordítva kell cselekedni. Ahhoz, hogy mi a helyes, mi nem. Mire vágynak az emberek, azt meg kell tudni beszélni. De megbeszélni valamit, ugye voltak önök már falugyűlésem, vagy nem tudom, hogy Török Bálinton, hogy van, én elég sokat járok falugyűlésekre, és a következő tapasztalom, összejön több száz ember, elkapja ebből egy ember elkapja a mikrofont, és utána a többi már nem is tud beszélgetni. Tehát elviszi az eseményeket. Tehát ma az a tapasztalatom, hogy ezeknek a párbeszédeknek a legnagyobb hibája a szervezetlenség. Tehát beszélni úgy, meg kell tanulni azokat a szabályokat, meg kell teremteni azokat a feltételeket és szabályokat, amelyeket mindenki elfogad, és akkor tudunk párbeszédet folytatni. Tehát következésképpen strukturálni kellene ezeket a beszélgetéseket ahhoz, hogy oda tudjunk egymásra figyelni. Tehát az együttműködés, hiánypótlás és párbeszéd. Ennélkül a dolog nem megy. Gyakorlatilag a részvétel, vagy latin szóval participáció tulajdonképpen nem mást jelent, mint egy újfajta társadalmi minőség felé való lépést, amelynek az alapja ez a fajta együttműködés, párbeszéd, és ha kell, a megvalósítás során a partnerség. Na most a participáció, ugye az előbb mondtam, hogy... Ugye 1998-ban, amikor Porto Alegre-ben Dél-Amerikában volt a világ szociális találkozója, a világ, Európa döbbenten látta, hogy létezik részvételi demokrácia. Porto Alegre-ben akkor csinálták a részvételi költségvetést, mindenki felzúdult, lelkesedett, és mondták, hogy ez egy csoda, mindenütt elkezdték csinálni, 3000 telep városban indult meg a mozgalom csak itt Európában. Két év alatt ugye Barcelona volt a központja ennek. Felfedeztük a spanyol viaszt, miközben, hogyha egy kicsikét megkapargatjuk a saját történelmi múltunkat, hagyományunkat, akkor igenis azt láthatjuk, hogy az emberiség a 16.-17. században, akkor, amikor elindul a modern világnak az építése, gyakorlatilag két válaszút előtt, két létező válaszsal válaszút előtt áll. Mi csak az egyikről szoktunk beszélni, ugye? Az egyik az az individualista út, ami a mai fogyasztói társadalomhoz vezetett szükségszerűen, ami annak az alapelve a szabadság, egyenlőség, testvériség, és szimbolikusan ugye a francia forradalom adja meg a márkanevet, de hát igazából már korábban elkezdődött, és van a másik út, ami az autonóm közösségeknek az útja, ahol a szubszidiaritás, a szolidaritás és az együttműködés vagy kooperáció. A szubszidiaritás a kisegítés elve, magyarul. Szolidaritás azt mindenki érti, a kooperáció pedig ugye az együttműködés, vagy ma gyakran használjuk a partnerség fogalmát erre. Két jogrendről van szó alapvetően. Ugye az egyénre épített egyéni jog, ami a mai jogállamnak az alapja, tehát amit mondtam, az állam és az individuum vannak kapcsolatban egymással, nem egy család, nem egy falu, nem egy közösség, hanem a személy, az egyén, ami szükségszerűen pozitív eredményként hozta magával az emberi jogoknak a kérdését, ami ma szinte vezető probléma a világban. Ami nagyon fontos az, hogy a többség elve korlátozott szabadságjogokat jelent. Ez azt jelenti, a többség elve mellett, ha mit tudom, 51% ezt mondja, a 49%-nak el kell fogadnia. Tehát gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy egy bizonyos fajta kényszermechanizmust vezetett be a társadalmi együttműködésbe, mert azért 49%-ot kényszerít arra, hogy elfogadja az 51-et. A szolidaritás az részleges és egyének közötti. Nagyon érdekes, hogyha megfigyelik azt, hogy ugye a szolidaritásban ugye nem csak a szakszervezeti mozgalmak, hanem a különböző szociális társaságok, civil szervezetek mind beletartoznak. Mindig azt látjuk, hogy a probléma néhány egyén között megjelenik, arra megpróbálunk választ adni, de soha nem lépünk azon túl, tehát soha nem tudunk nagyobb összefüggésekben gondolkodni, amikor a szolidaritás szférájáról beszélünk. És az eredménye természetesen egy töredezett társadalom, amely ugye valamikor osztály és réteg társadalom volt, ma meg egyének társadalma. Tehát ma már erről nem beszélhetünk, osztályról és rétegről.
Ezzel szemben volt egy másik mozgalom, amit majd végig fogunk nézni, ahol a, és ez ma a 21. században végül is a részvételi demokráciát építő közösségek eszményképe, ez a közösségi jogra épül. Amikor Erdély autonómiájáról olvasnak, állandóan miről beszélünk? Van-e közösségi jog, vagy egyéni jog? Miközben éljük az egyéni jogunkat, mindig appellálunk ugye a székely autonómi miatt a közösségi jogra. Ha jól megnézzük és levezetjük, ez megér különben egy külön előadást, hogy a közösségi jog hogyan állítható vissza a világba, és mennyivel jobb eredményeket lehetne elérni, mint az egyénre szabott emberi jogoknak a védelmével. Tehát az emberi jog és a közösségi jog nem ellentmond egymásnak, mint ahogy azt a nemzetközi jogászok sokszor leírják. Fantasztikus tanulmányok és kutatások vannak erre vonatkozóan a világban. A közösségi jog és a kulturális jog azok szerves összefüggésben állnak egymással. Tehát, hogyha mi kulturális autonómiát szeretnénk egy adott közösségnek, bárhol a világon, akkor közösségi jogban kell gondolkodnunk. A másik, ami nagyon fontos, hogy a közösségi jogból vezethető le ugye a kisebbségi jog, az autonómia jog, a közösségi felelősségvállalásból vezethető le a csoportok közötti szolidaritás, ami egy alapfontosságú kérdés ma a világban, de ehhez egy holiptikus társadalmi szemléletre van szükség, vagyis összefüggéseiben kell mindig a világot néznünk, és soha nem apró részleteiben, mint ahogy azt ma tesszük. Tehát ez a két út, ez a második rész a 16. század végén, 17. század elején a protestantizmusnak a terjedésével elindult, és amikor Németországban, ahol nem alakult ki, ugye, és nem is volt nagy próbálkozás a nemzetállam kialakulására, ugye szembe például Franciaországgal és a latin világgal, ahol a nemzetállam kialakítása alapvető cél volt már első Ferenc királytól kezdve, és Richelieu bíboros ugye testesítette meg, vagy valósította meg az igazi nemzetérdeket a politikában, majd a francia forradalom ezt csak összefoglalta, és kvázi filozófiai tételekké formálta, és jogi tételekké. Addig a német területeken, ahol a lutheranizmus elindult, elindult egyben a helyi közösségeknek a megerősödése, mert a helyi egyházakon keresztül az önkormányzás, a szubszidiaritás elve is megerősödött. Ezt nem ők találták ki, ez abból a rendszerből született meg, hogy vissza az ős egyházhoz. Ugye Luthernek az a tanítás, hogy vissza kell menni az egyháznak az ősegyház alapértékeihez, a közösségi értékekhez, lényegében lehetővé tette azt, hogy az új valláson keresztül a helyi közösségek erősödjenek meg, de mivel a munkafogalma ezekben a közösségekben vezető fogalom, vagyis ugye a munka a protestantizmusnak egyik legfontosabb eleme, következésképpen ezek a közösségek egyszerre munka és együttélő csoportokká váltak. Tehát másképpen szerveződtek, mint ahogyan a latin egyházban a későbbiek folyamán. Tehát ez az út létezett, és meg is volt, és ugye a protestáns országokban a mai napig is lényegében létezik. Tovább mennék egy picikét. Johannes Althusius volt az, aki először ezt le is írta. Tehát nem csak őt nevezzük az új politika, vagy a modern politológia atyának. Ez az úr megírta az Opus Publicum Novum, tehát az új közmunka című művét, amelynek van néhány alaptétele, ugye, aminek európai hagyománya van. Az első alaptétel az, hogy az ember szociális vagy társadalmi lény, nem újdonság, Arisztotelészre hivatkozik ő is, ugye Arisztotelész filozófiája. Nagyon fontos a konszociáció-szimbiotika. Szerves társadalmi egységet alkot az ember. Tehát az együttműködésben jelenik meg a szervesség. A szabadságot nem a szuverenitásból vezeti le. Hihetetlenül fontos. Nem is gondolná az ember a 17. században miért fontos? Gondolják meg. Akkor, amikor a francia politika, ugye akkor vezető politika, Európában Richelieu politikája révén az államérdek vagy nemzetérdek fogalmát jeleníti meg a nemzetközi politikában, ezért háborúzik Franciaország.
Gyakorlatilag elindul a nemzetállammá való szerveződésnek a világa. Abban a korban, amikor az állam függetlensége határozza meg a szabadságot, ebben az időben van egy ember, egy Althusius nevű ember, aki arról beszél, hogy nem, a szabadság nem a szuverenitásból, hanem az autonóm közösségekből vezethető le. Ez már két politikai út. Másképp szervezzük meg önmagunkat. Ez egy nagyon-nagyon fontos momentum az európai kultúrtörténetnek. És ugye Althusius azt is mondja, hogy a közösség az csoportok sokasságából és különbözőségéből vezethető le. Tehát nem megtagadom, nem személytelenné akarom tenni azt a közösséget, aki egy államban vagy egy városban él, hanem azt mondom, hogy mindegyikünk mások vagyunk, különböző csoportokat alkotunk, különböző érdekek, értékek mentén élünk, de ahhoz, hogy együtt tudjunk működni, és autonóm közösségé váljunk, el kell ismernünk ezeket a különbözőségeket, és valamilyen módon szóba kell tudni egymással állnunk. Együtt kell működnünk saját jól felfogott érdekében. Mi a különbség? Az egyik, az első szabadságfogalom a birodalmi típusú politika fele, és társadalom fele indítja el Európát, és ugye a vége lesz majd a nemzetállam 19. századra. A másik pedig elindítja az önkormányzást, ha tetszik, egy korszerű, most tegyük idézőjelbe, városállam rendszerét indítja el. Magyarországon is léteztek egyébként ilyenek, hogyha meggondolják, hogy a törökök után is, vagy a török időszakban is, például egy Kecskemét vagy Debrecen, a cívis városok, hát ezek igazán szép példái annak, hogy hogyan kell a helyi közösségben az önkormányzás rendszerét létrehozni. És megjelenik első alkalommal Althusiusnál a szubszidiaritás elve, mert ugye azt mondja, ugye megkérdezi, akkor is megkérdezték az emberek, jó, az én városom az, mit tudom én, 1000 lakosú, a tiéd 10 000 lakosú, én erre vagyok képes, te arra vagy képes. Hát hogy leszünk mi aztán együtt valami olyan államformát, politikai formáció, aki a birodalmi rendszerekkel szemben meg tud jelenni. És jön a szubszidiaritás, hogy az állam ezeknek a közösségeknek, különböző közösségeknek az együttműködésére épül, de a nagyobb nem hierarchia, nem a hatalom révén kell, hogy beleszóljon a kisebb életébe, hanem a szolidaritás és a kisegítés elve alapján. Ha neked nincs pénzed arra, hogy mit tudom én, a utad legyen, nekem meg van elég, akkor én segítek valamilyen módon, hogy neked is legyen utad, mert nekünk mindkettőnknek közös érdeke, hogy a két települést, akár szegény, akár gazdag, összekösse valami út, mert ez kereskedelmi érdek, gazdasági érdek, emberi vagy másfajta érdek. Tehát a szubszidiaritás elve azt mondja, akkor szólok bele a másik életébe, amikor annak szüksége van arra, hogy én beavatkozzak. Ha ő úgy érzi, hogy nem, önállóan ezt megvalósítja, akkor nincs jogom hozzá, hogy beleszóljak. Tehát a politikai közösséget tulajdonképpen Althusius elképzelésében civil közösségként kell felfogni. És akkor már mindjárt nem ott vagyunk a polgár és állam kapcsolatrendszerében, ahol ma vagyunk, hanem egy egészen másfajta út kialakítására kell gondolnunk. Ez a néhány idézet, majd ezt biztos fölteszik a honlapra, és akkor mindnyájan lehet olvasni. Ami nagyon fontos, még a társadalmi szerződés. A társadalmi szerződés fogalmát már Rousseau is használta. Ugye ő azt mondja, hogy Rousseau, hogy ugye a nagy francia forradalom filozófusa, hogy igazából a társadalmi szerződés individuumok között köttetik meg. Hát ezt csináljuk ma mi, mert ugye az alkotmány az a fajta társadalmi szerződést helyettesítő dokumentum, amelyet állítólag individuumok között köttetnek meg. Ezzel szemben a Althusius féle felfogás pedig azt mondja, hogy különböző méretű és típusú csoportok között történik meg az alkú. Vagyis a civil szervezetek hozzák létre a saját együttműködési rendszerüket, mert a civil szervezeten belül már kikristályosodott egyfajta közösségi cél, és ezeket kell majd egyeztetni. Tehát nem 1000 féle elképzelést, hanem az 1000-ből kikristályosodott 8-10 vagy 20 elképzelést kell majd valamilyen formában egyeztetnünk, amelynek az eredménye lehet egy köztünk történő úgynevezett
társadalmi szerződés. Tehát ez egy merőben más felfogás. Én itt ennővel felsorolom csak azért, hogy lássák, hogy igaz, hogy a 16. század, 16-17. Században Althusius fogalmazta meg először könyvben ezeket a gondolatokat, de valójában ez nem idegen a katolikus egyháztól sem. A katolikus egyház szociális tanításai lényegében a 18-19. Század végétől kezdve folyamatosan enciklikák formájában ezeket a gondolatokat említik. Mindegyik beszél a szubszidiaritás, és nagyon érdekes, hogy ugye az egyháznak 10, a szociális, egyház szociális tanításának 10 principiuma van, mint a 10 parancsolat, és az 5. helyen a participáció, a részvétel áll, vagyis az, hogy az embereknek nem csak kötelességük, hanem joguk van a részvételre, hogy a saját életüket alakítsák. És ez szociálisan alapvető fontosságú, vagyis társadalmilag alapvető fontosságú ezt a fajta együttműködést támogatni és segíteni. Nagyon csak azt szeretném aláhúzni, hogy Ferenc pápa, aki jezsuita szerzetes, pontosan jezsuita rendnek, a dél-amerikai mozgalma hirdette ezt, nagyon húzta alá nagyon erősen, és tulajdonképpen ez most megint előtérbe fog, hála jó Istennek, kerülni, függetlenül attól, hogy minden enciklika tartalmazza, de most ez nagyon-nagyon megerősítetik ez a... Milyen jelentések és értékek vannak a részvételre vonatkozóan? Ugye az egyik enciklika ugye azt mondja, a participáció jellemzően a szubszidiaritás következménye. Tehát, hogyha nincs szubszidiaritás, nincs kisegítés elve az önkormányzati rendszerekben, vagyis az önkormányzatiságban, akkor nem lehet részvételt se szervezni. Tehát ez a kettő egymástól elválaszthatatlan alapelv. Ez az egyik. Alapvető a közjó érdekében, ugye nem korlátozható vagy szűkíthető le a társadalmi élet egyes részterületeire. Megint egy nagyon fontos dolog. Miről szól ma a társadalmi párbeszéd kis hazánkban? Arról, hogy felvetnek egy témát, és akkor na, akkor beszéljük meg. Vagy elfogadja az állam, vagy nem fogadja el. Most direkt nem mondok kormányt, mert nem a kormány önmagában az, aki az államot megtestesíti, hanem összes intézményei és egyebek, amelyek időnként teljesen önálló lábakon próbálnak működni. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy egyik engedi, másik nem, tehát gyakorlatilag a végén formalitásokká válnak azok, amelyek valóságos szociális joga az embernek. Mit ír ugye a participáció és a demokrácia viszonyáról az egyház? Azt mondja, szabadon és felelősséggel gyakorolja a polgári szerepét másokkal és másokért. Ez például, mint egy előírás jelenik meg, nem csak a katolikus enciklikákban, hanem, és ami nagyon fontos ebben még néhány fogalom, hogy nagyon fontos, hogy a civil társadalom minden szinten legyen informálva, ezt elfogadja az Európai Unió, ugye, az információs törvényben. Meghallgatva, ezt is elfogadja, és bekapcsolva a funkciók gyakorlása. Na, ez a bekapcsolva, ez az, ami még messze nem valósult meg, annak ellenére, hogy Európai Uniós határozat van ránézve. Szeretnék néhány gondolatot mondani, csak annyit, hogy a részvétel az nem csak politikai és egy szociális kérdés, hanem gazdasági is. Létezik például Franciaországban egy törvény, amit participációs törvénynek hívnak. Ezt a törvényt 2005-ben el akarták törölni, óriási cirkusz alakult ki, nem lehetett, felújították, kicsit modernizálták. Miről szól ez? Ez a gazdaságban jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy abból a filozófiából indul ki, hogy minden vállalat, bárki legyen a tulajdonosa, legyen az multi vagy magáncég, a dolgozók, ennek a vállalatnak az alkalmazottai és dolgozói nem csak egyszerűen munkaerőként és valamilyen értékteremtő dolgozó csoportként jelennek meg a vállalaton belül, hanem ez a közösség olyan értéket alkot, amelyet nem lehet beépíteni a fizetésbe. Tehát a dolgozóknak van egy közösségi értéke, amely növeli a vállalat közösségét. Éppen ezért ennek a közösségnek a támogatását minden vállalatnak kötelező felvállalnia, ahol a dolgozók 50 főnél több ember dolgozik.
És a törvény azt írja elő, hogy minden cégnek, ezeknek a cégeknek létre kell hozniuk egy olyan alapot, amely az alaptőkéjük 5%-ával egyenlő. Hát ugye 50 főnél több felett foglalkoztató vállalat, az már nem kis cég. Ezt az alapot, vagy ezt a pénzt, tehát 5%-ot kell betenni ebbe az alapba, az alaptőkéjükbe minden évben, és ebből a pénzből kell támogatni a vállalat dolgozóit azokban a kérdésekben, amelyben szükségük van. Tehát akár tanulásra, betegségre, betegápolásra, lakásvásárláshoz, tehát olyan szociális feladatok ellátását kell ebből a pénzből finanszírozni, amely közösségi, ennek a közösségnek a fennmaradását segíti elő. Nagyon érdekes, mondom, 2005-ben Jacques Chirac meg akarta szüntetni ezt a törvényt. Nem a dolgozók lázadtak föl, a szenátus nem engedte, mondván, hogy ez egy principium, ez a participáció, a részvétel. Tehát az önmagában, hogy én egy cégnél dolgozok évek óta, ennek értéke van, és ezt az értéket velem szembe a közösség, a vállalat ki kell, hogy fejezze, illetve a közösség iránt a vállalatnak ki kell fejezni. Ez egy nagyon ezt hívják részvételi törvénynek, például Franciaországban. Van egy másik nagyon érdekes mozgalom, szintén a 2000-es, hát a 90-es évek végén indult el, de a 2000-es években most aztán igazában kiszélesedett világszerte, itthon alig beszélnek róla, a részvételi iskola, amely a tudás megosztásnak a problémájával foglalkozik, és kiderült, ugye, hogy ma már a tudás nem úgy adom át, ahogy én most itt próbálok maguknak szónokolni, hónapban se tudják, hogy ki vagyok, teljesen normális dolog, mert nem, így nem lehet tanulni. A tanulás, a tudás, a tanár az nem mint egy csövön át beönti a tudást a fejembe, a tanárnak a feladata ma már szervezni a tudás megszerzésének a lehetőségét, mert a technika nagyon sok mindent a kezünkbe ad. A részvételi oktatásnak a lényege, hogy a gyerek egyenrangú része a tudásátadás folyamatának, ez az egyik. A másik pedig az, hogy abból indul ki, hogy minden embernek más képességei vannak, egyik vizuális, másik hallás után tanul, a harmadik az gyakorlatban, ki milyen. Nagyon sokfélék vagyunk, de nekünk mi mindenkinek át akarjuk adni a tudást. Tehát az, hogy én itt szónokolok, ez egyfajta átadás, de ez nem biztos, hogy mindenkinek megfelel. Tehát ahhoz, hogy én megtaláljam ennek a tudás átadásnak a különböző módozatait, meg kell találnom a különböző, hogy mondjam, az ismeretekkel való találkozásnak a legkülönböző módozatait kell megteremtenem, úgynevezett csomópontokat kell találnom az oktatásban, és akkor mindenki megtalálja azokat a kommunikációs lehetőségeket, amelyeken keresztül ő a legjobban, leggyorsabban tudja, tud bekapcsolódni a folyamatba. Na, a részvételi iskola az egy külön rendszer, külön oktatási módszer, és természetesen 100%-osan bekapcsolja a mai technológiát is a tanulásba. Tehát úgy, hogy tényleg a tanár egyedi módon is tud a gyerekekkel foglalkozni, függetlenül attól, hogy ugyanúgy 30-40 gyerekkel kell foglalkoznia, mint korábban. A leginkább ez a részvételi iskola Kanadában fejlődik, ugye már óvodától egészen a középiskoláig, több száz iskolát létrehoztak, egy nagy országos alapítványt. Ennek az alapítványnak az a dolga, hogy segítse, szervezze ezeket az iskolákat. Ebbe az oktatási rendszerbe a szülőbe van kapcsolva, tehát a szülő nincs kizárva az iskolában, hanem benne van. És azért izgalmas a történet, mert hihetetlenül sikeresek. Egyébként a YouTube-on lehet nézni, tudok adni, ha valakit érdekel, honlapokat. Én, mikor rábukkantam erre az iskolára, akkor hajnalig ültem, nem tudtam leszállni, annyira tetszettek a megoldásaik. Egyszerűek, kreatívak, és nagyon tanulságos is az eredményük. Nos, ez most elindult. Montrealban már az egyetemen elkezdték az építészeti kart úgynevezett részvételi oktatási rendszerre szervezték át. És nagyon érdekes, hogy a franciák elkezdték néhány évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt a részvételi egyetem szervezését. Szeretnék hozzátenni egy dolgot, amiről ritkán beszélünk, megint megér egy előadást a civil egyetemen. Ugye a népesség változásával ma már az egyik legnagyobb gondja a világnak az előregedés.
De az öregség fogalma hihetetlenül megváltozott, tehát ma hiába küldenek egy 60-65 éves embert el nyugdíjba, az még nem ugyanaz az öreg, mint volt 10-50 évvel ezelőtt. Tehát más, megint változott ennek a minősége. És kiderült, hogy ennek az idős társadalomnak az aktivizálása nem csak gazdasági kérdés, hanem politikai és társadalmi kérdés is, hiszen a passzivitás borzasztó terheket ró az egészségügyre, tehát rengeteg problémát okoz, rengeteg tanulmány van erre vonatkozóan. A kérdés ma az, hogy, és fölvetik, most olvastam valamelyik nap egy amerikai szociológustól, aki fölvetette a kérdést, azt mondja, lehet, hogy a társadalom régen úgy osztódott meg, hogy szegények, gazdagok, ilyen osztály, olyan osztály. A jövő az úgy fog megoszlani, hogy fiatalok és öregek? Na most ez egy olyan érdekes ellentét, és érdekellentétet is jelent, nem úgy, hogy egymásnak esünk, hanem a mindennapi életformákban és életünkben kezd olyan újfajta problémákat fölvetni, amelyek komoly ellentéteket fognak kialakítani, pláne akkor, hogyha Európában ez az előregedés tényleg olyan mértékű lesz, mint amilyenre számítunk. Pont most olvastam, hogy Japánban például már ezek a problémák elindultak, nagyon komolyan gondolkodnak rajta. És keresünk a megoldásokat, hogy hogyan lehetne ezt a társadalmat végre megint integrálni. És nagyon izgalmas, megint a franciákat tudom hozni példának, náluk nagyon sok kísérlet folyik. A franciák például elindították azt az egyetemet, amit úgy hívnak, hogy intergenerációs egyetem, tehát ahol az időseknek az oktatása be van építve, be van szervezve az egyetemi és felsőoktatási képzésben. 100-valahány egyetem kapcsolódott be ebbe a mozgalomba, és mérik, hogy milyen hatással van ez az úgynevezett nyugdíjas társadalomra, és kiderült, hogy egészségügyileg sokkal fittebbek, közösségben élnek, emberi kapcsolataik vannak, és szorosabb a kapcsolat a fiatalabb generációval, tehát gyakorlatilag az a kvázi érdekegyeztetésnek a szinterei kezdenek kialakulni. Úgyhogy az állam támogatja ezt a fajta oktatási rendszert. Ezt azért mondom, mert ez a részvételi oktatás koncepciójába illeszkedik például, mert ugye ott is bizonyos fajta új módszereket, megoldásokat kell a különböző korosztályok tanítására, képzésére kialakítani. Megint óriási lehetőségek vannak. Tehát a hagyományos iskola és a részvételi iskola összehasonlításában én tulajdonképpen csak azt akartam, hogy a legutoljára, a legvégén szeretném, megváltoznak ugye a technológiák, megváltozik a diáknak a helye és szerepe. Sok minden megváltozik, de lent alul írtam egy olyat, hogy a fegyelem kultúrája is változó. Minden intézmény, minden, amit megszervezünk magunknak, minden közösségi forma, amely intézményi szintre emelkedik, annak van egyfajta fegyelmi kultúrája. Ez a vállalatokra épp úgy igaz, mint a társadalmi és kulturális intézményekre. Ez hagyományosan ugye az ellenőrzés, a szankció jutalmazás. Tehát az ellenőrzés, büntetés, jutalmazás, ez az alapelve, ez a hagyomány. Az, hogy ez mikor, milyen a római gyereket elfenekelték, a koreai gyereknek a homlokára adnak egy almát, nálunk körmöst osztogattak, ez kulturálisan változik, de a büntetés vagy jutalmazás a lényege megvan. A részvételi iskolákat, hogyha intézményeket, ha megfigyeljük, akkor itt a részvétel növekedésével előre haladva a kreativitás mérése válik fontossá. Tehát itt nincs szükség, ha én valamiben aktív vagyok és jól érzem magamat, akkor ez csak a mértéke változik, tehát itt előtérbe kerül a kreativitás, és semmiféle ilyen szankcionálás nem fog tovább haladni. Ha a társadalmat akarjuk a részvétel, ezt azért akartam említeni, a részvételiség, vagy participáció, ahogy idegen szóval szoktuk mondani, tehát nem egy légből kapott, nem egy kitalált fogalom, a demokráciában sem, tehát nem kell úgy, azért, mert mi írtunk Csabával egy könyvet erről, ez nem azt jelenti, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt, azt akartam elmondani vele. Évszázados európai hagyománya van, igenis jelen van a szervezésben, hagyományosan a modern demokrácia elméleti alapon legalábbis a részvételi demokráciát az önkormányzatiság fogalmán keresztül elismeri.
A torzulás ott jött létre, hogy az önkormányzat intézménnyé vált, miközben az egy közösségi szervezet volt, tehát ezt kellene valahol helyreállítanunk, akkor tudunk változtatni az életünkön. A másik az, hogy ez minőségileg is megváltoztatja a társadalmi élet, társadalom életét. Azt akartam elmondani, hogy a különböző területeken, legyen az oktatás, legyen az gazdaság, ha tetszik, a vállalkozások területén, de beszélhetünk más területekről is, ez a részvételiség egyre inkább erősödik, ez az igény egyre inkább erősödik. A kérdés az, hogy a jövőre vonatkozóan ezt a részvételiséget át tudjuk-e ültetni úgy a demokrácia jövőképébe, hogy az valóban egy minőségibb társadalmat tudjon létrehozni. Tehát amit elmondtam eddig, az ez erre akart utalni. Ha a demokrácia történetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy három nagy korszaka van. Ugye az egyik ugye az a születéssel együtt járó jogoknak, ugye ez az arisztotatikus, tehát főleg az arisztokráciára épülő demokrácia, ezt ismerték az ókorban a rómaiak, ezt ismerték a görögök. Van a középkorban, egészen a francia forradalom, a középkorban ugye demokráciát egyedül az egyház tartotta meg. Tehát azt tudni kell, hogy az egyházban, az észak-afrikai egyháznak a hagyományai, az úgynevezett Szent Ágostoni hagyományok maradtak meg, a konklávia, a pápaválasztás, például püspökválasztás, ezek mind azok a demokráciának azon maradványai, amelyet a katolikus egyház megőrzött az évszázadok folyamán, és utána a protestáns mozgalmak megújították, és végül is a civil szférában, a civil életben is megpróbálták meghonosítani. De ezek az antik világ demokráciájából visszamaradt elemek nem vonatkoztak minden emberre. A francia forradalomnak az újítása az az, hogy ők a demokráciát azt mondja, hogy itt a hatalomnak az elosztása másképp fog működni, itt nem a születés alapján, hanem az úgynevezett képességek alapján, ez a modern világ, a verseny. Aki kapja, marja, az fogja a hatalmat gyakorolni. A demokrácia fogalmának a jelentése abban változik meg a mai világban, hogy úgy aszerint ítéljük meg a modern demokráciákat, hogy azok mennyire tudnak egyenlő esélyeket biztosítani a polgárok számára. Ez a mai világ. Tehát ma, ha írok egy pályázatot, akkor egy alapvető kritérium minden pályázatban, mint demokratikus alapelv az esélyegyenlőség. Az esélyegyenlőség az fajra, nemre, korra, egészségügyi állapotra és mindenféle dologra vonatkozik. Tehát ma az e szerint próbáljuk minősíteni a demokráciákat. De nem az szerint, tehát az, hogy én ezekre mennyire figyelek, de igazából soha nem az szerint minősítjük a demokráciát, hogy az mennyire tud úgy közösségépítő lenni, hogy ezeket a különbözőségeket valóban be tudja építeni a tevékenységében. Tehát azt lehet mondani, jó, ez menjünk tovább, mert ez olyan dolog, amit el lehet olvasni, az a pénzügyi dolog. Talán, ami fontos lenne, a négy alapvető jog. Az Európai Unióval, ugye szidhatjuk meg, nem szid, van, aki szereti, van, aki nem szereti, minden esetre egy biztos közömbösök nem tudunk lenni vele szembe, tehát nem tudjuk ignorálni, foglalkozni kell vele. Az Európai Uniónak, amikor az információs alapelveket megfogalmazta, és tulajdonképpen elkezdtük ugye az információs társadalmat építeni, akkor nagyon érdekes négy alapvető jogot határoztak meg, és ez a négy alapvető jog, az be is épült egyébként az európai alkotmányba, amit aztán megvétoztak. Meg kell mondanom, hogy nagyon sokat veszítettünk mi is, meg egész Európa azzal, hogy az európai alkotmányt megvétozták, és nem fogadták el a hollandok, meg a spanyolok, vagy franciák, nem tudom. Az azért volt, azért dráma, mert alkotmányszerűen fogalmazott meg már olyan új dolgokat, amelyek a részvételi demokrácia felé mutatnak. Egyébként az egyetlen olyan alkotmány volt a világon tervezetként, amely a részvételi demokráciát beépítette paragrafusként a szövegbe.
Utána a Lisszaboni szerződés már ezt újra használta, de más szövegkörnyezetben, tehát nem annyira jogi, hanem sokkal inkább formális hangsúlya. De a négy alapvető jog között, amit meghatároztak, ugye az informálódási jog, az információ adás joga, erre épülnek a honlapok, a települési honlapok, ahol ugye fórumok vannak, tehát kötelező a fórumot beépíteni, ez egy alapszabály ezekre a honlapokra, mert nekem is van jogom ahhoz, hogy információkat adjak és véleményt nyilvánítsak. De van egy dolog, amiről nem beszél senki, de benne van az uniós alapelvekben, de minden érdekes módon mindenki elfelejti, a döntésben való részvétel joga. És ez le van írva, és senki nem kéri számon ennek a lehetőséget. Nos, erre a döntésben való részvétel joga az, amely igazában a részvételi demokráciának a jelentőségét megadja, és ezért szoktam mondani, hogy az nem más, mint a demokrácia demokratizálása. Mi az alapvető fontosság, ugye milyen megoldandó problémákat kell megoldanunk? A törvényi felelősség és állampolgári részvétel problematikája. A törvényi felelősség azt jelenti, hogy megválasztottunk egy önkormányzati testületet, ők döntenek, ők a törvényi felelősséget a döntés alapján ők hozzák. Másik oldalról ott vagyok én, mint állampolgár, aki a döntésbe való beleszólás jogát ugye követelem. Tehát ez egy ellentmondás, ezt fel kell oldani. Itt mit tudunk csinálni? Ez az egyik kérdés. A másik ugye az önkorlátozás problémája. Az önkorlátozás problémája, amit mondtam, hogy valaki elkapja a mikrofont, és akkor utána a többiek már gyakorlatilag nem is tudnak párbeszédet folytatni. Nos, a társadalmi szerződés, megállapodás és partnerségek működtetése között hogy lehet ezt a kettőt megoldani? Az úgynevezett holoptikus tér létrehozása. Alapvető kérdés, hogy ha mi együttműködünk, hogyan szervezzük meg önmagunkat? Ugye, hogy szektoriálisan ugye ezt csinálják Porto Alegrébe, tehát ilyen olyan, mint egy város negyedenként kvázi, kerületenként, utcánként, civil szervezetenként. Tehát mi legyen az alapegység, amelyen keresztül mi az egész város, települést, kerületet fel tudjuk ölelni, és be tudjuk vonni a munkába. Szociális vagy gazdasági elven működő partnerség legyen. Vagy mind a kettő, de akkor hogyan? Tehát ezek olyan kérdések, amely minden városba felmerül. Most gondolják el, hogy mennyire másképp merülnek föl, és másképp kell megválaszolni ezt a kérdést mondjuk Abán, Magyarországon, egy 4800 fős településen. Mennyire másképp kell megkérdezni ezt egy 1200 fős településen Nagylókon, vagy hogy lehet ezt megválaszolni Párizsban vagy Berlinben? Párizsban, ahol a kerületek többségében ott van a részvételi demokrácia. Vagy egészen másképp szerveződik egy középváros méretű Belga Moulin például, ahol mit tudom én, a lakosok száma 30 ezer főt sem éri el. Vagy egy Berlin. Tehát azt kell megérteni, hogy ezeket az ellentmondásokat meg kell válaszolni, de nincs általános válasz mindenkinek a saját körülményeik alapján, lehetősége és környezete alapján kell létrehozni. És végül ott van a párbeszéd rendszere, hogy építsük ezt ki. Hogy tudunk úgy beszélgetni, hogy a szabályokat mindnyájan elfogadjuk. Ki határozza meg ezeket a szabályokat? Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy mi egyáltalán részvételi demokráciáról beszélhessünk, ahhoz ezeket az ellentmondásokat meg kell válaszolni. A másik egy nagyon érdekes kérdés, ugye, amire válaszolnunk kell, hogy az állampolgár milyen szinten vesz részt az életben. A hatalommal szemben például. Az állampolgár, ugye Einstein, ő egy amerikai szociológus, aki kifejezetten a 60-as években felméréseket készített, és ezt kutatta, hogy az állampolgári részvétel tulajdonképpen hol kell, hogy aktivizálódjon, hol pozitív és hol negatív. Ugye a kontroll, ugye azt mindenki ismeri, hogy
Az ellenőrzést azt általában a helyi közösségen belül minden állampolgár gyakorolja. A hatalmi jogkörök delegálása, minnyáján ismerjük, amikor választunk, akkor egy képviselőn keresztül gyakorlatilag a hatalmi jogkört átruháztuk, delegáltuk. A partnerség, ugye a döntéshozatal, a közszféra is a polgárok közötti együttműködésen keresztül zajlik. Hát itt már döcög az élet. Vannak szimbolikus együttműködések, ugye az úgynevezett tanácskozási jog, ez azért érdekes, mert például Berlinben a részvételi demokrácia az nem úgy működik, mint a latin országokban, önállók egy úgynevezett tanácskozási jogra épül az egész rendszer. Ugye a német hagyományok egészen mások, nyilvánvalóan másképp építik ki az önkormányzásnak a különböző részelemeit. Van a konzultáció. Ugye tanácskonzultáció, hát felmegy valaki az NFI honlapjára, akkor látja, hogy ott vannak a különböző pályázatok, társadalmi vitára vannak, mindenki elmondhatja a véleményét, odaírja, aztán minden úgy fog történni, ahogy ők akarják, de mindegy, de van konzultáció, ez egy szimbolikus, formális dolog. És van az informálás, a lakosság informálása. Amikor elkezdődtek ezek a települési honlapok, ugye elég sok létrehozása úgy átment a kezünkön, és hogy az ember mindig visszanézi, hogy milyenek ezek. Hát az informálás az sokkal tágabb volt, sokkal részletesebb volt ezelőtt 10 évvel, amikor ez elindult. Hát ha ma fölmegy valaki a település honlapjára, és valamit meg akar tudni róla, valóban, hogy mondjam, szociálisan is fontos információt meg akar tudni róla. Most a szociálisan nem azt jelentem, hogy hány beteg van, meg hány öreg, hanem hogy a helyi társadalomról képet kapjon. Hát akkor igen, nagy baja van. Én, mint pályázatírással foglalkozó ember, rengeteget szenvedek emiatt, mert általában a települések, a pályáznak, annak önmagukat nem tudják jellemezni, kutatásokat nem nagyon végeznek, és ha én a honlapról akarok informálódni, akkor semmit nem tudok meg, egy mondatot nem tudok leírni egy pályázatba. És van a participáció teljes hiánya, ugye ez, amit olyannyira ismerünk itt Kelet-Európában, ugye a terápia vagy a manipulációnak a jellemzői. Ugye ez a terápia szó alatt jelentik például, amikor a képviseleti demokráciában ott van a fogadóra, elmegyek, ezek mind formalitások arra jók, hogy jaj, de szeretjük az állampolgárt, de igazából semmi eredménye nincsen, tehát teljesen értelmetlen való dolog, valós problémát nem kezelnek. És van ugye a manipuláció, amikor kioktatnak bennünket. Na, ebből meg aztán csak ki kell nyitni a televíziót, és akkor fantasztikus példákat tudunk mutatni. Nagyon érdekes egyébként, nem tudom, hogy máshogy szokta, én szoktam azt csinálni, hogy a fontosabb különböző irányzatú televízióknak a hírekét így egymás után szoktam este megnézni. Ugyanazt a dolgot mondja mindegyik, mert ugye téma nincs más, de valami zseniális, hogy ki hogy magyarázza meg a dolgokat. Tehát totális manipuláció. Szóval annyira érzi az ember már a megfogalmazásban is, hogy valaki manipulál. Hogy csináltunk felmérést az elmúlt években, a Stratégia Kutatóintézet keretében is, meg attól függetlenül is, de ezek most már ugye rajtunk a személyek, a kutatást végző személyeken keresztül összekapcsolódtak. Kb. 9600 ember, tehát 9600 fős minta alapján merem ezt állítani, ez egy elég nagy minta, az Unióba szoktak 10 000-es mintákon dolgozni. Hogy mi az, ami igény és nem igény ma Magyarországon. Annyit kell hozzátennem, hogy 2 évvel ezelőtt csináltam, tehát 2 évvel ezelőtti felmérések alapján, de hát nem hiszem, hogy túlzottan sokat változott a világ azóta. Az emberek általában az átláthatóságot azt igénylik, az, hogy pontos információkat kapjanak, igénylik, az, hogy véleményt nyilváníthassanak, igénylik. Mi az, ami az embereket egy kicsit hidegen hagyja ma Magyarországon? A partnerség kérdése. Ez azt jelenti, hogy a megvalósításban való felelős részvétel. Tehát jó, elfogadom, építsünk utat. Csináljátok, azért vagytok megválasztva. De hogy én magam valamilyen formában ebben felelősséggel részt vegyek, akár mint egy civil szervezet, akár mint állampolgár, ez már nem túlzottan igény. Márpedig a részvételi demokrácia aktív részvétel nélkül
nem működik, mert ugyanolyan formalitássá válik, mint a képviseleti demokrácia. És ami nagyon érdekes, a döntéshozatalban való részvétel, itt is nagyon-nagyon alacsony igénnyel találkoztunk. Én azt tapasztaltam a válaszoknál, mert ugye az ember a válaszoknál időnként csinál ilyen utánmérést, vagy utánkérdezést, hogy lássuk, hogy mi az oka a dolognak. És azt tapasztaltuk, hogy az emberek a felelősség, amikor arról van szó, hogy felelősséget vállaljunk magunkért, akkor hát azért választottuk a képviselőket című történet, az csak csinálja más. Tehát ami munkával vagy többlettel jár, mint azzal, hogy én nézem és bírálom a világot, azt már sokkal kevesebben szeretik. Miért fontos ez? A további felmérések során föltettük azt a kérdést, azt hiszem, hogy tehát a döntéshozatalban való részvételre nagyobb az igény. Föltettük azt a kérdést is, hogyha aktív, tehát mi érdekli jobban, mi az, amiben szeretne együttműködni, akkor már kíváncsi lettem, hogy jó, hogy szeretnénk is, meg nem is, de mi az a, hol van az a hely, ahol az ember valóban szívesen csinálna valamit. És nagyon érdekesek voltak a válaszok. Ugye három nagy, négy kistérségben csináltuk a felmérést, elsősorban Fejér megyén belül. És ott a válaszok azért voltak izgalmasak, mert az kiderült, hogy az emberek a lakókörnyezetük, tehát a lakásukhoz legközelebb eleső dolgok iránt érdeklődnek. Tehát amikor arról volt szó, hogy a faludban mi az, amivel foglalkoznál, hát itt az utcában. De hát, hogyha az egész falunak a kérdésével, hogy a másik oldalon valamit csinálunk, az már nem érdekli, abban már aktívan nem venne részt, ott maximum meghallgatja a dolgokat. Tehát azt tapasztaltuk, amit Brazíliában is tapasztaltak Porto Alegre-ben, hogy az emberek a lakókörnyezetükhöz kötődnek a legerősebben, és abban a körben hajlandóak tenni valamit. Tehát hajlandó kimenni, lenyírni a füvet a háza előtt, hajlandó a szemetet elsöpörni, hajlandó a havat ellapátolni, esetleg még a szomszédban egy idős ember van, még annak is segít, hajlandó a szomszéd gyerekére vigyázni, amíg a másik elmegy, de már ebből a szomszédsági kapcsolatrendszerből nehezebben akar kilépni. Éppen ezért, amikor Abán elkezdtük a részvételi demokrácia programot sok-sok évvel ezelőtt, a felmérések ugyanilyen eredményt mutattak ott is, azt mondtuk, hogy sokkal inkább próbáljuk a közösségépítést arról az oldalról elindítani, hogy az embereket érdekli a leginkább. És ezek voltak az utcaközösség. Tehát próbáljunk szomszédságot, komasságot szervezni. Ez azért is fontos, mert a mai Magyarországon, még vidéken nem annyira, de már egy nagyobb városban, egy nagyobb településen már nem igen tudják az emberek, hogy ki lakik a szomszédban. Ez annyira így van, hogy én 25 éve lakok egy házba, és ha hiszik, ha nem, nem tudom, de most még tudom, hogy ki a szomszédom, már egyik meghalt, most már ismerem, hogy ki a szomszédom, de hosszú éveken keresztül, miután a néni meghalt, a helyébe, aki költözött, nem tudtam, ki az. Tehát nekem sem szokásom, másnak sem szokása, hogy átmegyek kopogni. De hogy kik laknak fölöttem a 36 másik lakásban, ne kérdezzék meg, fogalmam nincs róla. Tehát magyarul saját bőrömön látom, hogy már a legszűkebb környezetben is, ha változás van, akkor már igazából nem veszem föl a kapcsolatot. Vagyis valamiféle struktúrát ki kell, valamiféle szervezeti keretet ki kell találnunk ahhoz, hogy az emberek megismerjék egymást. Mert azért, hogy én átmenjek a szomszédba bekopogni, én vagyok Ugli Nemese, ezt nem csinálom meg. De hogyha a lépcsőházban van egy csapat, és beszélgetünk öten, és oda jön a hatodik, akkor mi rögtön bemutatkozom, és már ismerem is, hogy ki lakik fölöttem. Tehát meg kell találni azt a helyet, azt a pontot, ahol ezek az emberek képesek leülni, képesek találkozni, a meglévő kereteket kifejleszteni. És tulajdonképpen az abai és utána pedig a Fejér megyei részvételi program ebből indult ki, hogy próbáljuk az utcaközösségeket, vidéken még az emberek ismerik egymást és közelebb állnak egymáshoz, próbáljunk ebből kiindulni, és próbáljuk
közösségeként, utcaközösségeként megkeresni a problémáikat, a gondjaikat, illetve a véleményeiket. Van egy sajátosság vidéken, ami ugye furcsa módon ugye annyira természetes, mégis ugye az ember annyira buta, hogy csak amikor lemegy vidékre, akkor rácsodálkozik, pedig ez egy természetes dolog, hogy hagyományosan ugye szociológiában beszélünk központról, centrumról és perifériáról. Na most hagyományosan a centrum-periféria viszony, ez régen úgy nézett ki, hogy a centrumban laktak a gazdagok és a jól informáltak, és a periférián laktak a szegényebbek, a kitaszítottabbak. Tehát ahogy haladok, megyek el a központból, vagyis az önkormányzati, a tanácstól, vagy a önkormányzattól, annál inkább távolodnak az emberek információban és ismeretben is a közösségi életre. Na most egy óriási, és a tetejébe ugye még ezek bizonyos fajta társadalmi, gazdagsági és korosztálybeli mutatókkal is voltak. Na most az élet megváltozott, és ma már nem így néz ki. Ma már úgy néz ki, hogy a centrumtól legtávolabb eső területek azok a szélső telkek. A fiatalok és többnyire a tanultabbak, az értelmiségiek erre a perifériára építenek. És minél inkább megyünk be a centrumba, annál inkább idősebbek, egymástól távolabb élőek az emberek. Furcsa módon az információk középen kevésbé jelennek meg, mint a széleken. Mert a tanultabb az többet olvas, az nézi a tévét, az bekapcsolja a helyét. Tehát következés egészen más. Tehát a centrum és periféria kapcsolatrendszere megváltozott. De amikor a helyi közösséget szervezünk, akkor mindig a hagyományos felfogás van a fejekben, ez volt a 80-as, 90-es években is, és igazából azt felejtettük el, hogy a fiatalok, hogy egy közösségnek a mozgatórugói, az a fiatal családos generáció, az a 30-40 éves társaság, aki kimarad ebből a szervezésből, mert ő a perifériáma. Hát fordítva kell dolgozni, a perifériát be kell hozni a központba, mondtuk mi, és ez egy óriási változást is jelentett, mert kiderült, hogy ezek az utcaközösségek elindultak élni. Mert ugye kívülről ez a befolyás, ez a hatás és ez a nyomás, ez egyre erősebbé vált. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik fontos, a sikernek az egyik fontos eleme az volt, hogy ezt fölismertük, és tudtuk a perifériát másként használni, mint a hagyományos gondolkodásban. Ezáltal új embereket, új friss gondolkodás, új eszméket is be lehetett hozni. Nos, tetejében a fiatalok azok sokszor nem helyiek. Ez egy másik komoly gond a magyar településeken, hogy azok, akik itt a periférián építkeznek, sokszor betelepednek a faluba. Ugye régen ezt mondták nekem is, Esztergomba, ezek a gyűjtmentek, akiket az őslakosság nehezen fog be. Ez egy nagyon komoly probléma. A helyi, a hagyományos lakosság és az újonnan betelepedetteknek a közösségé formálása. Ez egy borzasztó nehéz dolog. Ez különösen itt a Budapest meg a nagyvárosok agglomerációjában lehet tapasztalni, mert például Fóton egész döbbenten láttam, hogy az ő helyi lakosság, az ős lakosság mennyire nem hajlandó szóba állni a külső, az újonnan jöttekkel, holott ott jöttek, az iskolának több mint a felét azok a gyerekek töltötték meg, akik oda betelepedtek, nem az előregedett helyi lakosság. Na, nagyon sok önkormányzat ezen nem tud változtatni, és ebbe bele is bukik. Nagyon sok társadalmi és fejlesztési hibát követnek el azért, mert ezt a problémát nem oldják meg. A másik, ami nagyon érdekes tapasztalat a helyi közösségekben, megint a vidéki társadalmakról beszélek, a civil szervezetek. A civil szervezeteket például a hagyományosan leginkább a helyi, ott lakó emberek tartják fönn. Tehát ezek a tradicionális falusi civil szervezetek, hogy tánckar, énekkar, kézimunka az akkor. Tehát majdnem mindig idősek, nyugdíjas klub, ilyen klub, olyan klub. Majdnem mind az idősek, tehát az ott élő, hagyományosan ott élő helyi emberek tartják fönn. Nagyon kevés civil szervezetet hoznak létre az újonnan betelepedettek, a vállalkozók, a értelmiség, aki esetleg a környező falvakba, városokba megy. Tehát ezeknek az aktivizálása, ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés. Amikor az utcaközösségeket létrehoztuk, tehát több szempont volt. Az egyik szempont volt az, hogy a helyi problémák legyenek. A másik szempont, hogy feloldjuk a centrum-periféria között lévő
és ma már téves felfogásunkat. A harmadik az, hogy hogy tudjuk úgy megszervezni ezeket az utcaközösséget, hogy mindenüve jusson a fiatalokból, az újakból, az új gondolkodásból, az aktív, kreatív emberekből. Tehát ezek mind-mind szempontok voltak, úgyhogy hagyd nem mondjam, 2 évig volt, rajzolgattuk át ezeket az utcákat, és mindig különböző tanácsot kaptunk, hol a polgármester úrtól, hol a képviselőktől, hol a saját tapasztalatunk alapján, hol kéne a határokat meghúzni. És egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes utcarendszer alakult ki, amelynek, hát ugye azért a 26 utcaközösségből mindenki azért nem teljesen aktív, de azt lehet mondani, hogy kialakult, hogy az utcaközösségeket képviselő személyek ma már mondhatom azt, hogy a 30-40 éves korosztályba kezdenek kikerülni, ami óriási erő egy önkormányzatban. Miért? Mert ma, amikor ABBA nem járási központ például, hanem ugyanúgy a hatósági feladatokat Székesfehérvárra elvitték. Mit csinál ez az önkormányzat? És mondja a polgármester úr, hát hála Istennek, azt mondja, hogy mi elkezdtük ezt annak idején, mert én ma tudok tervezni, tudok szervezni, tudok a közösséggel párbeszédben együttműködni, de azt mondja, azok a polgármesterek, akik ezt nem csinálták meg, és nincs mögöttük a lakosság, azok a polgármesterek azt mondja, nem tudom, hogy mit fognak csinálni legközelebb. Ugye? Mert az intézményi hatósági hatalom eltűnt, és az átlag ember pedig, hát azt mondja, én más vagyok, tehát elhatárolja magát, a választáson túl nem hajlandó részt venni. Mit csináltunk abban? Ez egy olyan modell, amelyet másolni nem lehet. Tehát azért mondom, ez egy 5000, közel 5000 fős településnek a struktúrált párbeszéd modellje. Tehát alapvető kérdés, hogy lehet az emberek közötti párbeszédet megszervezni. A részvételi demokráciának a szintere tehát 2 területre koncentrált, a strukturált párbeszédre és a partnerségi kapcsolatra. Látják, a rajznak a közepén, ugye ezt térben kell elképzelni, ez nem egy ilyen sikra kivetített egyszerű ábra, ez térben működik igazából, de én ezt nem tudom megrajzolni. Tehát van középen ugye a közösség önkormányzati hivatala, vannak a különböző civil szervezetek. A civil szervezetek közötti fórum, az működik ma is nagyon sok helyen, tehát együtt működnek, amikor van valami kulturális dolog, de a többiekkel tehát a többiekkel nem, csak 1-2 civil szervezet, mert őket valami érinti. Tehát nincs teljes fórumuk, ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, hogy alulról építkezve minden lakókörzet, ez kb. 65-80 felnőtt lakost jelent maximum, úgy számoltuk ezeket az utcaközösségeket, hogy nagyjából 100 fő kerüljön egy utcaközösségbe, de az gyerekekkel, öregekkel, mindennel együtt. Tehát körülbelül 100 fő, abból ha aktív 30, az azt jelenti, hogy a felnőtt lakosság már érintve van 100%-osan. Mindegyik egy-egy képviselőt küld az úgynevezett magisztrátusba. A magisztrátus, hát abban történetesen szimbolikusan 56 fő, ebbe a magisztrátusba beletartozik még ugye a civil szervezeteknek a vezetői, benne vannak a képviselők, tehát a megválasztott képviselők és az utcaképviselők. És különböző szakmai bizottságokat tudnak létrehozni. Ez a társaság a maga működési és szervezeti rendjét felépítette, és az a lényeg a dolognak, hogy minden olyan döntés, amelyet az önkormányzat jogilag felelősen majd fel fog vállalni, az emberekkel meg van beszélve. Minden utcának a véleménye valamilyen formában, tehát minden 100 embernek a véleménye nagyjából megjelenik ezekben a vitákban, és kikristályosodik az, hogy hogyan tudnak együttműködni, és hogyan nem. Az együttműködése, nem tudom, Csaba biztosan mesélt erről, egy fantasztikus példa volt az, amikor néhány évvel ezelőtt kaptunk egy értesítést, hogy menjünk le, mert ugye az újonnan nemrég megalakult magisztrátusnak a tagjai föllázadtak és összehívtak valami nagygyűlést, és hát mindenki azt hitte, hogy akkor most nekiesnek a polgármesternek és egyebek. És akkor nagyon sok anyagi, pénzügyi és egyéb gonddal küszködött a település, volt elég baja a polgármester úrnak,
aki ezt az egész rendszert rettenetesen támogatta, és ma, hála Istennek, ebből tud profitálni. És sose felejtem el, lementünk Csabával, be voltunk kijedve, és akkor még meg is beszéltük, hogy ha nagy baj lesz, és nagy balhé lesz, akkor ki hogy próbálja a dolgot, ha nem is menteni, de legalább egy kicsikét békés szinten tartani. És akkor a végén kiderült, hogy az emberek azért jöttek össze, tehát ez az 56 civil küldött. Azért jött össze, és azért hívta össze a megbeszélést, mert azon buktak ki, hogy ők arra alakultak, hogy ezért a településért tesznek valamit, és hogy ők segítenek a polgármester. De mondja meg, hogy miben segítsenek. Hát az nem lehet, hogy egy ember viszi a település összes problémáját, mikor ők itt vannak, hát arra jöttek létre. Tehát komolyan mondom, nem hogy megható volt, döbbenet, teljesen majdnem elájultam. Mondom, hogy erre nem számítottunk. A mai Magyarországon ez nem jellemző. Tehát az a munka, ami hosszú-hosszú éveken keresztül ezeknek a kis közösségeknek a szerepvállalására, kiépítésére, együttműködésére fókuszált, ennek meg lett az az eredménye közel 7 év után, hogy ők maguk voltak azok, akik felismerték, hogy nekik van feladatuk a közössége életének az megsegítésében, támogatásában, és rádöbbentek arra, hogy ez sokkal fontosabb, mint az, hogy egy választott, úgynevezett a képviseleti demokrácia nevében megválasztott emberre mindent rálöcsönünk. És utána majd legalább tudjuk szidni, vagy nem, vagy dicsérni, attól függően, hogy ki hogy gondolja. Tehát az, hogy felelősen részt akar vállalni abban, hogy baj van a településen, és segíteni akar. Én megmondom őszintén, hogy utoljára ilyen helyzet, ilyen esetről a 30-as évekből hallottam apukámtól, illetve olvastam az ő könyvébe, amikor sikerült neki egy olyan falut telepíteni itt a szlovák-magyar határnál, amelyikben az emberek a közösségben tudtak gondolkodni. Több évtizedes munka után sikerült. Na, én először mondom, én ezt csak könyvben olvastam, és időnként még nem is akartam elhinni, hogy igaz. Szembesülhettem vele. Tehát ennek van értelme, de ez nem megy máról holnapra. Az, hogy hogyan ülünk le beszélgetni, hány főből álljon az együtt a beszélgetés, hogyan válasszuk meg a képviselőket, a társadalmi szerződés, amelyben mi együtt akarunk működni X időn belül, ez mit tartalmaz, az nem másolható, mert az mindig attól függ, hogy a helyi lakosságnak, a helyi embereknek milyen közös gondolataik, problémáik, igényeik, értékeik vannak. Tehát ezt nem lehet másolni. Itt csak egyetlen egy alapelvet tudunk hirdetni, és próbálunk terjeszteni, hogy a demokrácia, ha nem a helyi közösségekre épül, és nem ebbe az irányba mozdul, akkor még nagyobb deficittel fog szembenézni. Eddig a demokrácia deficiteket megfigyelhettük már a kormányokkal szemben, a gazdaságban, már nem hiszünk a parlamentnek, nem hiszünk a helyi képviselőnek, nem hiszünk senkinek. Tehát olyan demokrácia deficitek vannak, olyan bizalmi hiányok vannak, amelyeknek nagyon komoly gazdasági következményeik vannak, mert nehogy azt higgyék, hogy a pénzügyi válság a világban csak azért van, mert ez vagy az történt az ingatlanokkal, hanem azért, mert az emberek nem hisznek a pénzben. Márpedig a pénznek, a gazdaságnak az alapja, hogy elhiszem, hogy a pénznek az értéke annyi, amennyi. Ha ez a bizalom nincs, akkor utána az összes többi közgazdasági tényező összeomlik. Na most ezt már az ókoriak is tudták, úgyhogy nem kell nagy dolgot, csak el kell olvasni néhány antik írót, és akkor az ember már látja, hogy sokkal jobban tudták, mint mi gondoljuk azt. Tehát magyarul, ha nincs egymás iránti bizalom, akkor nem tudunk előrelépni. És az, hogy milyen jövőnk lesz, az a szűk közösségnek a jövőképe és élete fogja eldönteni, amelyben élünk. De ahhoz, hogy legyen jövőképünk, nem lehet egyénenként mindenkinek más. Tehát valahol közös nevezőre kell jutni. Amikor a Porto Alegrébe, Brazíliába, a Világ Szociális Fóruma találkozott az ottani úgynevezett részvételi költségvetéssel, nem értették, hogy ez miért működik, és miért kell ez. És nagyon érdekes,
Ugye azóta már az állam kormányzója lett az akkor ottani helyi kormány polgármester. Amikor elmondja, és fontos, én ezt végignéztem, ezt a konferenciát, a internet talán az első ilyen dolog volt, amit interneten követtem a 90-es évek végén, és akkor elmondta a polgármester a következőt. Azt mondja, nézzék, ez a város olyan, ami több évszázad alatt fejlődött ki az őserdő, egy őserdei írtás helyén. 1 millió lakosa van. Ez az egyetlen hely az állam a környező 100 kilométeres körzeten belül, ahol fejlődött az ipar. Igen ám, de ez nem úgy fejlődött, mint Európa, hogy van egy belváros, a polgári rész, és akkor majd a szélekre kerülnek a vállalatok, meg a gyárak. Ez úgy indult el, hogy elkezdték a fakitermelést, üzemek, gyárak épültek, és a lakosság köré épült. Tehát kvázi pont fordítva épültek ezek a dél-amerikai városok, és ma pedig a növekedésüket leginkább akadályozó tényező az, hogy a perifériákra oda jönnek az emberek, oda jönnek a bevándorlók, akik munkanélküliek, szegények, tehát egy borzasztó szegény negyed kör zárja le a várost, levegőhöz nem juttatja. Ezek az emberek gyakorlatilag olyanok, mint az ókorban, hogy, mint a hellóták, hogy igazából nincs is joguk, kvázi politikai jog, vagy beleszólási joguk az életbe. Na most azt mondja, ebben a városban van egy iparnegyed, máshol van az egyetemi negyed, van az ilyen negyed, olyan negyed. Ezek a negyedek mind más funkciót töltenek be a város életébe, másfajta lakossággal, lakossági körrel, ott lakókkal, más érdekekkel, másfajta szociális körülmények között és másfajta célok mentén. Most azt mondja, ahhoz, hogy ezt a város költségvetését mindenki el tudja fogadni, vagyis megbízzanak bennük, ahhoz mindenkinek egyet kell érteni azzal, hogy hogyan akarjuk a pénzt elosztani, mik a céljaink. De ehhez kell egyfajta szolidaritás. Miről szól ez a szolidaritás? Az, hogy meg tudjam érteni, hogy én nálam lehet, hogy csak macskaköves utcák vannak. De a másik helyen meg térdig járnak a sárba, tehát a szolidaritás alapelve az, hogy ő neki nagyobb szüksége van egy bitumen útra például, mint nekem, hogy a macskaköves utat kicseréljük. Tehát az, hogy az emberek végig tudják gondolni, hogy az ő városnegyedük problémája a másik városnegyed problémájához képest fontossági sorrendben nagyjából hova tehető az egész város pénzügyi lehetőségeihez mérten. És ez egy nagyon hosszú idő. Tehát gyakorlatilag ők, akik eredetileg, legyünk őszinték, nem a demokráciát akarták, hanem a választásokat akarták megnyerni, és ezért a városnegyedekkel szövetséget kötöttek, hogyha őket megválasztják és támogatják, akkor ezt a részvételi költségvetést be fogják vezetni. Tehát igazából ott egy politikai indok volt, és nem a nagy demokrácia szeretet volt a kiinduló pont. De egy biztos, hogy nagyon jól csinálták, és kiépítettek néhány év alatt egy olyan gondolkodási rendszer. Igaz, nem minden ember szállt be. Általában egy-egy város negyednek a lakói közül 20-25%-os az érdeklődés. De megnéztem a felméréseket, 98%-a tudja, hogy van, és hogyha akar, akkor beszállhat ebbe a munkába. Megszervezték ennek azt a keretét, azt a formát, ahogyan megvitatják a problémákat, majd ő általuk kért és elfogad fel az ő véleményükkel, egy embert kiválasztanak, azt a polgármesteri, a municipium, tehát a testületnek a tárgyalására elküldik, tehát akkor már a városban van, mit tudom én, most mondjuk 70 vagy 80 ember, nem tudom pontosan hány ember, aki küldött, leülnek, elmondják, egyeztetik a véleményt, és mire a városatják a felelős döntést, tehát a képviseleti demokrácia alapján, meghatározott törvények alapján döntenek, addigra már nagyjából egy ilyen kiegyensúlyozott, kikristályosodott, mindenki által elfogadható költségvetési törvény születik. Tehát nem kell kimenni az utcára többet sztrájkolni, hanem értem, tudom, hogy miért így döntöttek, és miért nem, és nem a fejem fölött. Na most ezzel egy olyan városban, ahol borzasztóan rétegezett, és nagyon sok gond van,
tudtak egy politikai, egy kiegyensúlyozott politikai hangulatot, keretet teremteni, amely már alkalmas arra, hogy Porto Alegre nagyon komoly fejlődésnek indult a 98-tól kezdve. Tehát mindenféle tekintetben példaértékű módon fejlődött a város, és bármerre olvas valaki Dél-Amerikáról, mindenütt azt hallja, hogy mintaként használják. Ugye Venezuelában is egyébként elindították ezt, csak ott egy kicsit felhasználták más politikai célokra a dolgot. De lényeg az, hogy elindultak. Igen. Másfél. Miért nem egy órával először? Na jó, elnézést, akkor én befejezem. Tehát én ezt akartam, én ezt mintak példaként szerettem volna elmondani. Párizsi gyakorlat például egészen más. Tehát nagyon sokat lehetne ezekről beszélni, föl lehet menni a honlapokra, végig lehet nézni, hogyan működik. Egészen más a német rendszer, mert a Németországban nagyon érdekes, hogy az egyházi közösség Ausztriában is nagyon fontosak, és ugye ott ezek a kis közösségek már az egyházi szervezeten keresztül van, működnek. Tehát ez egy más világ, de a városok, például Berlin is, ők azt csinálják, amit javasoltam például Budapesten, szerintem ez egy érdekes dolog lehet, ahol csináltak olyat, hogy egy adott kerületnek, vagy igen, kerületnek, így mondjuk magyarul, vagy városnegyednek a tiszteletre méltó polgárai, tehát akik köztiszteletnek örvennek, vagy akik sokat dolgoztak a városnegyedért, művészek, tudósok, tanárok, tehát akiket úgy tényleg az emberek elfogadnak, hogy ezekből az emberekből létrehoznak egy olyan tanácsot, akik szakmai szempontból egy-egy olyan kérdést, amelyet a város dönteni akar, szakmailag nem csak véleményeznek, hanem az emberekkel, fórumok formájában, hogy mondjam, képviselik is ezt a pró vagy ellenvéleményt. Tehát ők ilyen tanácsosi rendszerben dolgoznak, és ez a tanácsos, ebből jön létre az a bizottság, amely segíti a városatyák munkáját. Ez a tanács, ez viszont mindenki által, az ő véleményük mindenki által elfogadott, hiszen olyan emberek. Természetesen ezeknek az embereknek a kiválasztásában a közvéleményt is megkérdezik, tehát ez nem ilyen hasraütéssel megy, hogy a sógoromat meghívom ide, mert ő egy nagy ember. Tehát ez nem így működik. Tehát hogy ismerve a németeknek ezt a fajta szigorúságát, ugye nem nehéz elgondolni, ez megy. Vannak ilyen városok, de például Párizsban, a párizsi kerületekben ott kifejezetten ezt a Porto Alegrei nagyon aktív módszert használják a különböző városokban, 4 vagy 5 városnegyed most már több mint 10 éve csinálja. Akkor azoknak a városoknak, akik élen járnak a helyi demokrácia fejlesztésében, ugye van egy szervezetük, ennek a, hát most nem tudom, hogy ki a vezetője, megmondom őszintén, de legutóbb a barcelonai polgármester volt ennek az elnöke, ott is volt az első európai konferencia, hihetetlenül támogatták. Ugye a spanyolok, akik a úgynevezett városállami gondolattal kvázi nagyon együtt tudnak élni, ők és Barcelonában bevezették, és a környező városokban, főleg Katalóniában működött. De Olaszországban például, ahol a városállam még ma is létezik, tehát tetszik, nem tetszik, de ott az olasz állam az egy történet, de igazából én a városom lakója vagyok, és a városom neve van az autómon is, és ha bemutatkozok valakinek, akkor rögtön azt mondom, hogy honnan jöttem. Tehát ott annyira erős ez a kompatrióta, a szemlélet. Őnáluk például szinte majdnem minden városban zajlik. Firenzében, a Firenzei Egyetem pedig a szociológia kar külön létrehozott egy csoportot arra, hogy ezeknek a helyi demokrácia struktúráknak a kiépítését segítse, támogassa. Tehát kifejezetten ingyen dolgoznak azért a helyi, a városokban, hogy ez működjön, és mérik, publikálják az eredményeket, tehát tudományosan is viszik tovább. Nagyon-nagyon nagy szerepük van abban, hogy az európai alkotmányba bekerült ez a részvételi demokrácia egyszer, másodszor pedig a részvételi demokrácia, hát egy kicsikét, hogy úgy mondjam, lanyha formában, de azért megvan ma már Európában, mégpedig a polgárok, az európai polgárság
ról szóló törvényben, és a részvétel úgy jelenik meg, hogyha valamilyen kérdést fölvetnek az emberek, és 1 millió aláírást tudnak összegyűjteni, megvan adva, hogy azt hiszem 7 országból kell az 1 millió aláírásnak megtudni, most például épp folyamatban van egy, akkor beadhatják ezzel a petícióval azt, hogy X kérdésről az Unió foglalkozom vele és döntsön. És ez kötelező érvényű, és nem elég azt válaszolni nekik a határozat értelmében, hogy hát jó, ez tényleg egy probléma, de erre nincs válasz, hanem kötelezően el kell jutni a parlamenti határozatig. Tehát nemleges választ nem adhatnak a polgárok kérésére. Hát 1 millió szavazat 456 milliós kontinensen azért az nem egy olyan borzasztó nagy, tehát ez egy relatíve nagy szabadságot ad uniós szinten is. De ez nem jelenti azt, hogy a helyi demokrácia az átléphető vagy kibekkelhető. Még hozzá kell tenni azt, ugye, hogy beszéltünk a részvételi iskola kapcsán az informatika és a technológia használatában. Minél inkább terjed az információs technológiák. Minél inkább természetes lesz az, hogy nem csak, hogy internetet használunk, mert már lassan nem is ez a lényeg, mert a Facebook az, megint tanulhatok valamit, mert nem tudom használni, de a Facebook meg még jobban terjed. Vagy az interaktív televíziók. Tehát olyan, a technika ma már kezd odáig eljutni, hogy ez a részvételiség szinte természetes igényé válhat. Ami nagyon fontos, hogy erre fel tudjunk készülni, és tudjunk olyan struktúrákat, olyan elképzeléseket ebbe a technika által is támogatott vagy biztosított jövőbe beleilleszteni, ami humánusabbá teszi az életünket, és ne arról szóljon ez a technika, hogy minél több pénzt adjon ki belőlünk. Tehát van egy oldala az üzleti oldal, de van egy társadalmi oldala. És ugye a Facebookon látjuk a leginkább, hogy azért ma már mennyire nem igazak azok az elképzelések, amikor azt mondtuk, hogy ha az emberek nem személy szerint találkoznak, akkor elidegenednek egymástól. Nem idegenednek el. A technika alkalmazkodik a mi igényeinkhez, és nekünk minél több emberi és humánus igényünk van a technika irányába, az meg fogja oldani, mert több piac, ő minket akar kiszolgálni, mert mi fizetjük ki őt. Tehát annál több lehetőséget fog adni arra, hogy mi megtaláljuk a saját működésünket. És szeretnék még egy utolsó gondolatot, és most már tényleg befejezem, de lőjenek le nyugodtan, úgyhogy nem kell engem, nem kötelező hallgatni. Szóval, ami még egy dolog, ugye ma már ugye most a diákok, amikor végre, most azért mondom, hogy végre sztrájkoltak, 10 éve tanítom a diákjaimnak, hogy kéne használni az ellenkezésre a számítógépet, és sose értették. Ugye amikor a Jacques Attali Franciaországban a felsőoktatási reformot benyújtotta, még a Chirac idejében, Chirac első évében azt hiszem, és igen, nekem megvan, nekem 550 oldalas törvényjavaslat, majd megőrültem, míg végig böngésztem, aminek a lényege az, hogy a felső oktatás gyakorlatilag, hát majdnem olyan, hogy úri mulatsággá válik, hogyha az bevegyen az a teljesen gazdasági és üzleti alapon van újra szervezve. Na és akkor jött, nem hallotta senki 2002-2003-ban, hogy Franciaországban a diákok tüntettek volna. Olyan csend volt, mint annak a rendje. Egyszer csak hallom, hogy visszavonják a törvényt. Kényszerpályára került, és a köztársasági elnök döntött úgy, hogy visszavonatja a törvényt. Tehát nem a szenátus vagy az alsóház. Hát az történt, élvezet volt egyébként, hogy az összes egyetem csinált egy közös szájtot. Elővették a törvényt, minden egyetem nem kimentek az utcára, hanem szakmailag tanárok, diákok együtt megszervezték a munkacsoportokat. És akkor sorban minden egyetem rakta föl a honlapra az aznapi vagy az aheti X törvény részletnek az elemzését, magyarázatát, jogilag, szociológiai értelemben, hogy hat ez a diákokra, hogy hat ez a gazdaságra, öröm volt olvasni egyébként. Minden egyetem rakta föl az anyagát, a véleményezését. Abszolút szigorúan szakmai alapot. Utána ezeket összevetették, volt egy nagy vita, tehát egy ilyen
internetkonferencia keretében. A vitában kikristályosodtak az álláspontok, összerakták. Gyakorlatilag nem volt olyan mondata ennek az 550 oldalnak, amit ne javítottak volna ki. Hát élmény volt. Olyan erős nyomás volt a politikára, tehát úgy kivizetek ezt a törvényt, olyan erős nyomás volt, hogy a egyik pillanatra a másikra, a Sirák sose felejtem el, mert nézem a tévét, és Sirák bejelent, hogy vissza kell vonni. Tarthatatlan. Tehát olyan nagy volt az ellenállás. Magyarországon mit csinálnak? Kiabálunk, zugolodunk, vagy nem teszünk semmit érte, vagy ugye most tanuljuk, hogy megyünk az utcára. Tehát az informatika világában az utcára menni olyan hülyeség, hogy nem igaz. Nincs értelme. De még nem jutottunk azt, hogy már megszervezzük magunkat a hálózaton keresztül, azt már a diákok is most megtanulták, de könyörgöm, az volt a 90-es évek Európájában. Tehát az már nem hatásos, arra már kitalálták az ellenszereket. De az, hogy szakmailag az egyetemek összefogjanak, kidolgozzák saját véleményüket, majd azt egyeztessük egymással, és azt nyújtsuk be a hatalom felett, tehát a tudásunkat, mint közösség, mint egyetemi közösség, mint kutatók, mint jogászok, mint a jövő emberei. Nem csak az érzelmeinket, hanem a mögöttes jövőképünkkel együtt. Ez még nem jutott eszükbe, pedig hát aztán nem mondhatjuk azt, hogy a magyar egyetemek meg felsőoktatási intézmények nem rendelkeznek megfelelő technikai eszközökre. Tehát ezek a szerveződési formák furcsa módon a közösségeknek adnak arcot. Tehát artikulálják ezeknek a speciális közösségeknek a hangját, és erősítik is. És ezek mellé én, mint egyszerű szem állampolgár, oda tudok állni, mint támogató. Nem fogok kimenni Szegedre elnézést az utcára kiabálni, mert hol van az meg egyáltalán. De hogyha egy ilyen fórumot, egy ilyen dolgot látok, és azt mondom, hogy ilyen ugri nemese, ezzel a véleménnyel egyetértek, és ha engem megkérdeztek, mint állampolgárt, leteszem mellette a voksot, igenis vegyétek figyelembe, ez egy erőt ad annak a közösségnek, és ez szolidaritás. Tehát a világ változik. A szolidaritás formája, eszközrendszere épp úgy változik, mint ahogyan a technika. Tehát nekünk kell ezt követni. A részvételi demokráciába ezek mind-mind beletartoznak, hogy részt vállalok, azok, felelősen részt vállalok azokban a problémákban, amelyek körülöttem vannak, és itt aláhúzom háromszor, négyszer, hogy felelősen. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy jó buli kimenni az utcára. Mert ma már a világ nem így működik. A 70-es években bizony mitagadás még így működött, mi még így tüntettünk Brüsszelbe. De az már régen volt. Tehát ma a világ másról szól. És ezt kell megtanulnunk és átadni a gyerekeknek, és akkor ezek a gyerekek nem csak játszani fognak a számítógépen, hanem önmagukra találnak, és pont nagyon hasznos eszközként fogják tudni használni. Ezt hívják önkormányzatiságnak. Ez több. Ez nem csak azon a szinten önkormányzatiság, hogy az önkormányzat, hanem önkormányzatiság a mi közösségünkben, a mi érdekközösségünkben, emberi közösségünkben, és mindenütt. És itt azt is mondhatom, hogy az államérdek, vagy nemzetérdek, vagy az egyéni érdek, ezek valahol megtalálják azokat a különböző csatornákat, ahol ki tudnak fejeződni, de mindennek a maga helyén kell kifejeződni. Tehát az butaság, amikor beviszem az egyik problémát egy olyan szférába, amely szférában értelmetlen. Mindennek a maga helyén kell lenni, és ma a technika ezt a lehetőséget megadja. Nekünk embereknek meg kicsit többet kell gondolkozni ezeken a kérdéseken, hogy mikor, hol, miben, miként veszünk részt, mint azelőtt. Azelőtt elmentünk, meg még ma is sokszor elmegyünk, aztán egyszer voksolunk, és azt hittük, hogy mi iszonyú felelős polgárok voltunk, nem tévedés. Ez még egy nudli. Ez csak egy szimbólum, és ugye abban a bizonyos Ashley-féle kategorizálásban szép lassan a szimbolikus rendszerből haladunk majd a manipulált vagy terápiás rendszeré. Ez önmagában véve nem elegendő ahhoz, hogy mi valóban polgárokként tudjunk működni.
A szitoján fogalma megváltozott, igen, megváltozott. Visszament egy picikét a helyi közösséghez, tehát a city, a városhoz, ha tetszik, de nagyon sok helyi közösség létezik a világban, virtuálisan és nem virtuálisan. És ezekben megfelelően helytállni és részt venni, ez az, ami a jövő demokráciáját majd ki fogja építeni. No, elnézést, köszönöm szépen, megint többet beszéltem, mint kellett. Nagyon köszönjük a kolléganőmnek ezt a nagyon széleskörű tájékoztatását. Én azért még elárulnám így háttérinformációként, hogy francia nyelvterületen azért olyan otthonos, mert francia egyetemen végzett művészettörténet szakon. Tehát a ottani irodalom az 550 oldalas kötet elolvasása neki nem okoz olyan nagy tragédiát, csak időigényt. Még egyszer nagyon köszönjük ezt a széleskörű információt. Nekem az a tisztem, hogy egy pár beszédre még esetleg fölkérjem a jelenlevőket. Bárkinek bármilyen kérdése van, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétele, hozzászólása, nyugodtan tegye meg, jelentkezés nélkül. Én hallottam itt a harmadik sorban a úriemberek több alkalommal fűztek hozzá megjegyzést. Esetleg, hogyha megteszik, megosztják a többiekkel, akkor talán kezdhetnénk itt az észrevételeket, vagy a kérdéseket, hogyha vannak. Ez azt jelenti, hogy a most lévő, vagy leendő, vagy jövőben alakuló pártok, azok gyakorlatilag megszűnnek, hogy azok, ugye ezek most azok már nem működnek. De, ezek működnek. Ez arról szól, ez azért hívom én struktúrált párbeszéd modellet, és nem tiszta részvétel, hiszen egy demokrácia azért tisztán menni. De ugye a cél az volt, hogy ma van egy jogrend, és van az alkotmányos jogrend következtében van egy törvényi felelősség. Tehát itt nem lehet megkérdőjelezni azt, hogy itt felelősen csak a képviselő testület tud dönteni. Ezt nem is vehetjük el. A kérdés az, hogy a döntés előkészítésben miként lehet bevonni az embereket úgy, hogy a döntés az minél inkább a mi elképzeléseinknek vagy véleményünknek is megfeleljen, és most úgy tettek bele. Ez a kérdés, ugye ez így érthető, de a cél az lenne, hogy gyakorlatilag a most lévő választási, vagy több, hogy hívjuk, rendszer, az átalakulja teljesen csak ez a részvétel demokráciává. Tehát magyarul nem pártokatnak hívjuk, hanem utcaközösségekből, kerületek, megyetek, városok. Ez egy teljesen utópia, hogy ide szeretnénk eljutni, mert ez mondjuk most ebben a világban ez az üdvözítő ügyé. Én ezt így nem mondanám, tehát én ezt nem akarom hazudni. A cél az, hogy minél inkább lebontani a döntéshozatalok különböző minden területen, minél inkább lebontani a jelenlegi hierarchikus struktúrát, a működést. Az, hogy jogilag, tehát egy rendszer megváltoztatása az azt jelenti, hogy egy teljesen más jogrend szerint működne a dolog. Ezt először is azért nem tudom megmondani, mert még egyelőre azt se látom, hogy Európában kell gondolkodnunk, vagy Magyarországban kell gondolkodnunk. Tehát ez egy óriási különbség. Egy. Kettő. Ha Európában gondolkodunk, akkor mondjuk azt mondjuk, hogy létrejön egy Európai Egyesült Államok, ez egy potenciális lehetőség a sok közül, akkor lehet gondolkodni abban, hogy a rendszert lebontjuk Magyarországon minél inkább a részvételiségre, mert egy Európai Egyesült Államokban majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy Magyarország egy önkormányzat. Tehát akkor más a módi. Tehát akkor egészen másképp kell dolgozni és működni. Ez az egyik. Ha nemzetállamokban gondolkodunk, tehát változatlanul, és bár ott meg az dönti el, hogy milyen mértékű lesz a szuverenitáshoz kapcsolódó jogköröknek az átadása. Meddig megyünk el? Ugye már most bizonyos jogkörökről lemondtunk. Nem tudom, hogy hol lesz ennek a végső határa, mert ugye egyelőre Európa még csak formálódik. Tehát én inkább azt mondanám, hogy jelen pillanatban két területen tudom elképzelni a részvételi demokrácia fejlődését. Helyi szinten.
tehát a helyi önkormányzat szintjén, azért, mert pontosan Magyarországon most, és ezzel kezdtem, hogy a járási rendszer kialakult, ennek következtében az önkormányzat belső működése és feladatrendszere is változik. És ez a változás nem a hatósági, tehát az állami modell irányába mozdult el, hanem az együttműködés a partnerség irányába. Hogy ez elmozdul-e és megvalósul-e, az valóban a helyi lakosság érdektől függ. Én úgy gondolom, hogy ezen a szinten lehet a leginkább ezt megcsinálni. Na most ezt még három ok miatt tartom fontosnak. Politikailag azért, mert alulról kezdi a társadalmat átépíteni, és majd ahogyan az igények nőnek, vagy a rendszer jobban fog működni, majd azt szerint tökéletesedik. Tehát itt nem forradalomról van szó, meg nem radikalizmusról. A másik oldal, és nem bontom meg a meglévő rendet, mert azért ne felejtsünk el, egy országon belül, egy társadalomban azért valamiféle váznak, valamiféle jogrendnek kell lenni. Az változtatható lassan, de nem lehet már holnapra. Egyszer lehetett volna 90-ben, 89-ben. Nem csináltuk meg, most már mindegy. A másik, ez elmaradt, és ritkán adódik történelmi alkalom erre. A másik oka az az, hogy ne csak a politikumról beszéljünk, hanem az életnek azonnak azon területeiről is, ahol a közösségi együttműködés alapvetően fontos. És az, hogy végre egyszer a terveinkben, a jövőképünkben az ember álljon a középpontba, mi álljunk a középpontba, de ez a mi, ez vegye tudomásul azt, hogy van ő is. Tehát ezeket meg kell tanulni, illetve legyünk őszintén, újra kell tanulni. Én amikor hallom a nagyszüleimet, hogy hogy működött Endröd, mint nagyközség 5000 fővel a 20-as években például, akkor mindig sírva fakadok, hogy miért van az, hogy ezt elfelejtettük. Teljesen egyetértek. Egy teljes mértékben. Eredetileg van ehhez, fűződik ehhez egy utópia, amit a könyvünkben le is írunk. Azért mondom utópia, mert az élet nem ebbe az irányba fejlődött. Én, ugye amikor elkezdtük a kistérségeket létrehozni Magyarországon, meg ugye a régiókat. A régiókat a politikum csak kényszerből hozta létre a pénzzel, az uniós pénzek elosztása miatt. Senki nem akart igazi funkciót adni a régióknak, mert a központi tervezés. A kistérségeket, mikor létrehoztuk, ugye azért sokáig volt mozgás, de az az igazság, hogy én a mai napig is azt mondom, a kistérség az a méret, ahol lehet fejlesztésben gondolkodni. Tehát én azt a méretet szeretem a legjobban, ez egy kisváros mérete nagyjából. És hogy abból, ha elinduljuk a részvételi demokráciával, ki tudjuk építeni azt a képviselői rendszert, hogy nem megye, mert a megye az egy baromság. Szóval az nagyon szép tradíció, de a megye az a korrupciónak és mit tudom, mindennek a melegágyai évszázadok óta. Tehát azt már át kell lépni. A régió viszont eléggé az a méret, ahol létre lehetne hozni egy regionális parlamentet a kistérségekből kiindulva. De úgy, hogy a kistérség a részvételi demokrácián keresztül építi fel a küldött rendszerét. És sokkal jobb lenne, ahogy mondja, a régió sokkal jobban meg tudja jeleníteni a saját érdekeit, természetesen, ha jól van megcsinálva. De az a baj, és ezt el kell ismerni, a központi politika a régióra rá akart ülni, mert az a pénzelosztó hely. Hát legyünk őszinték, hát ez nem titok, és bármely független, pártfüggetlen. És soha senki nem tett, inkább ellene tettek, mint mellette. Na most akkor, amikor a regionális döntéseknél három megye elnöke leül egymással, és akkor tőlük függ minden, megmondom őszintén, nekem a vérem föllázott. Szóval az örítő. Az örítő. Na most a másik az, hogy hány régió legyen Magyarországon, meg azt hogy kell megszervezni, az megint egy külön kérdés, mert ugye az sok szempontot. Egy kis kapcsolatban is, az előadásnak volt az elején egy olyan rész,
amelyik jellemezte azt, hogy vannak ugye nagyhatalmi folyamatok, és effektív ugye egy állam, ez azért egy értelmi szerveződés, mert a nemzetközi hatalmi folyamatokról ugye a közösségeknek mindenjét biztosítani. És ennek a különböző leképeződéseiről beszélünk, amikor ugye ezeket pártok képviselik, és akkor ugye megjelenszek, hogy bármilyen is elhangzott. A dalulról, végsősorban egy dalulról építkező közösségek, az eladás elhangzott, hogy ezek mondjuk egészségesen egy autonóm közössége, szövetsége, helyi szinten, ugye abszolút helyi problémákról is, nem politikai dolgokról szól, utcaközösségek, vagy akár egy városrész, egy törökvárunkat az egészéről. És ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy a helyi közösségek szerveződései, azok kevésbé tudnak politikai arcot fölvenni, mert olyan helyi sajátosságokról szólnak, amit a politikák nagyon távol esnek. Ez effektív, hogy a politika lecsúszott egészen olyan kis települések szintjéig, ahol 1000 fő él, és ilyen értelemben a politikus alapvetően az életére, amivel léteznek, hogy egyfajta ugye párt is okozott. Na most ugye, ez csak egy ilyen megállapítás szerűen hangzódik el a kérdés, hogy effektív az a folyamat, amit alulról elindul egy közösség önszerveződése, és ez elkezdene ugye fölfele épülni, az nem jelenti azt, hogy mondjuk a nagyobb hatalmi egységekkel szembeni végre erőkre nincs szükség. Szóval az is egy létező valóság, csak annak a minőségének kéne mondjuk olyannak lenni, ami egy alulról delegálódott folyamat részeként épül ki, majd valamikor, és nem mondjuk egy körülről hatalmi, vagy akár egyébként a politika is lehetett volna a közösségi érdekeket képviselő, lehetne akár, hogy az alapelvényből beleférne, az egy más kérdés, hogy el lehet vinni ugye nem demokratikus irányokba is ezt a hatalmi struktúrát. És hogyha ez elindulna körülről, akkor igenis, és most mindegy, hogy mondjuk nemzetállamok szintjén, politikai formációban, vagy akár egységes Európában lévő magyarságot képviselő valamilyen arculatban gondolkozunk. Szükség van erről az alulról építkező folyamatra, amely jó esetben majd felnő egy olyan szintre, hogy elég sok közösség, elég sok igényt tud megfogalmazni, artikulálni, ami majd vagy összeér egy föntről jövő tisztulása, vagy a föntről rendben tisztulása, vagy alulról jövő folyamat fogja esetleg végigvinni. És nem jelenti azt, hogy mint egy politikai vonal teljesen eltűnik, csak ugye ezeken a kisebb közösségi szinteken. Van kisebb jelentőség, hogy ha jól értelmeztem. Igen, van egy probléma, amit ugye külön szoktunk kezelni, pedig nagyon közel áll ehhez. Ugye mindig mondjuk, hogy ugye mert a globalizáció ártalmai, és ugye a mi helyi kis igényeink. Na most tény is van, hogy a globális világ és a helyi világ között azért van egyfajta feszültség, de ez feloldható. A feloldhatóság pedig abban jelenik meg, hogy a helyi szintű közösségek egy kicsit megerősödnek, és ezáltal alkalmazkodó képességüket erősítik. Amikor arról beszélünk, hogy milyen politikai szinten szerveződjön a részvételi demokrácia, azt eldönti az is, hogy milyen szinten vagyunk. Mert ugye ne felejtjük, hogy Európa az abszolút globális szinten politizál. Tehát az európai politika koncepciójában és struktúrája szempontjából Európának nem abba kell állást foglalni, hogy én itt ugrinemesen mit csinálok, mit tudom én Szabadbattyánon, vagy nem tudom, hogy hol, hanem abban kell állást foglalnia, hogy az európai államok közössége egy globális struktúrában milyen szerepet töltsön, vagy ne töltsön be, vagy mit csináljon. Tehát ő egy más szinten gondolkodik. Ezért van az, hogy mi most azt mondjuk, hogy jaj, mert Brüsszel jól kitolt velünk. Brüsszelnek nem az a dolga, hogy én nem foglalkozzon, hanem már az államok szintjén. A nemzetállamok megint ott az a probléma, hogy leginkább az államok, a nemzetállamok nem találják a helyüket ebben a világban, ahol a döntések egy jelentős része csak globális szinten történhet meg. Most vegyük a pénzügyi válságot. Ebből kimászni már régen nem lehet úgy, hogy én ilyen programot csinálok, te olyan programot csinálsz, már azt is látjuk, hogy európai szinten sem lehet megoldani. Itt előbb-utóbb le kell ülni, és rendezni kell a világ gazdasági kérdésein belül, ahol közös pénzügyi rendszer. Miben fogunk gondolkodni? Mint hogy a 70-es években eldöntötték az olaj, hogy olaj helyett dollár. Tehát
Sajnos ezek globális szintű kérdések. Ebbe én itt, mint kicsi állampolgár, így nem tudok közvetlenül állást foglalni, illetve benne vagyok én, de csak mint egy nagy közösség tagja. Tehát én azt hiszem, hogy ezt a fajta, a nemzetállam pedig nem találja a helyét. Egy Magyarország, főleg a kisállamok, egyszerűen ember meg nem kérdezi a globális szinten, hogy mi mit akarunk. Európán keresztül megkérdezik, de így egyedül nem. Tehát nem véletlen az, hogy a politika az igyekszik az Európai Unióba, mert képviseleti, egy olyan társas, egy képviseleti szervezethez akar tartozni, aki valamilyen módon az mi igényeinket is figyelembe veszi. Most gondolják el, hogy a BRIC országok leültek, és megbeszél, azon most a mostani tárgyalás arról szól, hogy milyen új pénzügyi pénzrendszer legyen majd a világban. Na most 5 hatalomról, Kína, India, Oroszország, Brazília, ja és most Dél-Afrika csatlakozott hozzá. Ez az 5 ország már arról beszél, amiben ott kellene lenni nekünk is, meg a többieknek, Európának is, mert nem mindegy, hogy aztán a végén milyen pénz lesz, vagy milyen háttere lesz ennek az új pénzügyi rendszernek. De mi még mindig nem itt tartunk. Tehát azt kell látnunk, hogy más a funkciója az Európai Uniónak, és ne azt várjuk tőle, ami egy államnak a funkciója. Na most az, hogy mi helyben az önkormányzásnak a funkciója, azt világosan meg tudom mondani, én is, önök is, mert benne élünk, ez a mi kis szféránk. Ebben nyilvánvalóan létre kell hozni önmagunk között azokat a megoldásokat, amelyek olyan problémákra is válaszolnak, amely bizonyos értelme a globális világból jön be. Mert nem szűri meg középen a nemzetállam ezeket a globális hatásokat. Hogy ez a globális hatása a Brüsszelből jön, vagy a USA-ból, vagy Kínából, az most egy más kérdés, de a szűrők nem működnek. Tehát mit kell csinálni? Nekünk itt lent valahogyan meg kell teremteni a magunk is érdekszféráját, a magunk is együttműködési rendszerét és védelmi hálózatát. Ebben még segít nekünk a technika, mert még mi kis alsóbb rendszerek, helyi, kis helyi köztársaságok, most mondjuk egy idézőjelben, egymásnak még segíteni is tudunk, tehát hálózatba tudunk lépni, ha nagy baj van, akkor összefogunk. Az világos, és az nem világos, hanem az egy nagy probléma, hogy én sem látom, hogy a nemzetállammal mi lesz. Tehát ez a középső szint jelen pillanatban az én szempontomból egybe inkább elveszíti a funkcionalitását. Biztos, hogy lesz, majd ki kell találni, de jelen pillanatban nem látom, nem, nincs funkciója. Mert akármit ugrálok én, hogy ha az uniós gazdaság, vagy pénzrendszer, vagy támogatás, vagy akármi másképp dönt. Szóval így lehet, ez nagyon imponálom, meg tényleg nekem is imponált, meg büszke volt, hogy végre valaki balhét csináltak az Európa Parlamentbe, és kiállt egy kormányfő mellettünk. De legyünk őszinték, ez a Don Quixote háború, ez harc, ez nem megy hosszú távon. Tehát itt a funkciókat kell adni. Nem tudom, én sem nem is akarok semmit mondani. Azt tudom, hogy itt alul mit csinálhatnánk saját magunk érdekében, hogy túléljünk. De... Igen? Nagyon érdekes. 2 dolog terült ki. Ugye szép lassan a helyi önkormányzatok is rájöttek arra, hogy a politikát bevinni a helyi önkormányzatok munkájába egy baromság volt, mert végül is semmit nem tudtak csinálni, mert egymásra üvöltözött a 2 legerősebb. Hogy mikor ki volt a 2 legerősebb, az változó, de akkor is. Ez volt az egyik. Tehát mindig kioltották egymást, és állandó balhék voltak majdnem minden településen. Ez volt a 90-es évek. Szép lassan ezek megszűntek, mert ma mondhatják, hogy Fidesz színű, vagy piros színű, vagy ilyen színű, vagy olyan színű az önkormányzat, tegyünk őszintén, már lassan elfelejthetjük ezeket, kivéve a városokat. A nagyobb városokban ott még megy ez a játék, de a kis településeken már nem. Abán és a többi, az volt, bevontuk őket ebbe az egésznek a szerveződésébe. Ugye gyakorlatilag az az igazság, hogy ezek a képviselők munka mellett látják el a munkájukat. Tehát nem úgy van, mint Budapesten, ahol fizetésért.
még ha kapnak is valami tiszteletdíjat, de mellette dolgoznak vállalkozók, tanárok, ki ezek azok. Nincs arra idejük, hogy ők még abba a körzetbe, mert kicsi a falu, de hogy minden héten lejárjanak és az emberekkel foglalkozzanak. Tehát bizonyos értelemben az ő munkájukat ez egy kicsit meg is könnyítette, hogy ezek a közösségek szerveződtek. Nem fogadó órára mentek, hanem legfeljebb ellátogattak, vagy beszélgettek egy-egy ilyen fórumon, ez az egyik. A másik az, hogy fölismerték azt, hogy ezek azok a közösségek, amelyeknek a választásokon, amikre támaszkodhatnak, mert ezek jobban működnek, mint az úgynevezett pártszerveződések. És itt nem kell plakátolni, vagy valami, hogyha én képviselem, és meg tudom, együtt tudok működni, 5 utcának a közösségében, akkor nincs utána problémám, és nem kell kampányolnom, akkor is garantáltan ott vagyok. Illetve hát néhány intelligens ember, kevesebben vannak, de időnként előfordulnak, főleg idősebben, akik szépen rájöttek arra, hogy ez egy jó mód arra, hogy kvázi az utódjukat megtalálják. Tehát magyarul neki az, aki komolyan gondolta, hogy valamit képvisel, nem politikailag, hanem a közössége szempontjából, megtalálta azt a közösséget, vagy azokat az embereket, fiatalokat, akik folytatják azt, amit ő elkezdett. Kétségtelen tény, ebből a fajta emberből van a legkevesebb. De én azt látom, hogy a képviselő testületekben, és ezt most hogy mondjam, én, aki voltam képviselő, és tudom, hogy mit jelent. Nagyon sokszor van, amikor az embernek szavaznia kell, döntenie kell olyan kérdésben, amiről halványgőze nincs. Na most általában ilyenkor megmondja a frakcióvezető, vagy a pártelnök, hogy mit csináljunk. És megmondom össze, engem az ilyenfajta szavazások kötelező szavazni, de mégis mindig félelemmel töltöttek el, mert egyszerűen nem tudom leellenőrizni, hogy az a döntés az valóban helyese. Tehát, hogy mondjam, ez lehet, hogy másnak nem probléma, nekem mindig egy olyan borzasztó rossz érzés volt. És ez igaz vidéken is valahol. Tehát, hogyha ott az a képviselő, aki mögött ott állnak ezek az emberek, és amikor azt mondja a szavazógombon, hogy jó, csináljuk, mellette vagyok, akkor tudja azt, hogy a lakosságnak X része ott van az ő véleménye mögött. Tehát, hogyha nem sikerül azt a célt elérni, amit akarunk, akkor sem mondhatnak semmi rosszat, mert elvégre mi megbeszéltük, a tudásunkhoz mérten megpróbáltunk helyesen dönteni. Vagy ha nem értett egyet, módja volt arra, hogy megmagyarázza, hogy ő miért látja ezt másképpen. Tehát, hogy mondjam, a kommunikáció révén kevesebb a düh, a félelem az egyik oldalról, a másik oldalról, az irritáló, a közhang, tehát hogy mondjam, a közhangulat jobb. Ott, ahol jobb a hangulatot, meg kellemesebb, vagy jobban el tudja az ember még a saját hibáit is viselni, legyünk őszinték. Tehát nem olyan félelmetes. Mert azért a politikában van egy ilyen félelmetes oldal is, az legyünk őszinték, hogy nagyon kellemetlen. Én azt kérem felkezdeni a mondatai volt, hogy a nemzetállapotnak úgy tűnik, hogy nincs meg a helye pillanatnyilag az Unióban. Hát, hogy egy úgy tűnik, hogy a nemzetállapotnak a létjogosítjára, mint hogyha valamelyen csökkent volna, vagy nincs rá egy szükség. Na most a nemzetállapot ugye köztudott, hogy vegyünk most Magyarországot, hogy a megyékből épülnek fel. Ön mondta azt, hogy az ön nagyszülei, vagy ön is tudom, kik mondták, hogy milyen nagyszerűen működött annak idején az a bizonyos közösség, amit feltételezem egy megye lehetett. És a következő mondatában én azt mondtam, hogy tulajdonképpen mégiscsak helyesebb lenne, hogyha régiók lennének a megyék helyett, hogy a megyék azok már ilyen túlhaladott elképzelések vagy szóval, hogy ezeket az idő már valóságát átszülte. Tehát erre szeretnék egy állásfoglalást kérni, hogy akkor hogy gondolja, hogy nagyban nem működik, tehát illetve az úr azt szeretné, hogy ne legyen a nemzetállapot. Ön azt mondja, hogy kicsiben is régiók legyenek és nem megyék, hát akkor most melyik lenne jobb tulajdonképpen a közösségeknek, hogy mit működnek jó? Jó, kezdjük alulról. Az a közösség, amit irigyeltem a nagyszüleimtől, az egy 5000 fős község, tehát nem megye, község. Tehát a helyi közösség, az, amit énről eddig is beszéltem. A megyét miért nem tartom, a megyének van diszfunkcionális. És nem csak én látom így, azt hiszem kimondatlanul, mindenki védi a megyét, de azért más is így látja, mert nézzék meg, mi átalakították a járási rendszert, a hivatali rendszert, és ebbe a megyei
hatóságok is megszűntek, tehát följebb vitték egy szinten. Miért? Mert az informatikai rendszerünk olyan, hogy teljesen értelmetlen egy közbülső lépcsőt az állami gazgatásba benne hagyni, amikor a dolog direktben mehet egyenesen végig. Tehát gyorsítja, egyszerűsíti, olcsóbbá teszi. A megye, a probléma az, hogy a megye diszfunkcionalitása nem most kezdődött, már régen, vagy sokkal régebbi, és hát a szocializmus alatt is csak arra volt jó, hogy a pártrendszer és a bürokrácia működjön meg a hatalmi intézmények, és sajnos nem sikerült átszervezni a rendszerváltáskor. Megint nagyon sok hibát követtünk el a rendszerváltáskor, ami nem készült el, ennek következtében a probléma maradt. A régiót azért tartom jobbnak, mert ugye először is Európa Unió, tehát fejlesztési szempontból ugye a régió az egy fejlesztési egység. A mi megyénk az nagyon kicsi ehhez. Tehát van a kistérség, és van a régió a különböző területfejlesztési szinteken, és a gazdasági és területfejlesztési támogatások, meg infrastruktúrális támogatások ezen a szinten vannak támogatva. Tehát most képzelje el, a probléma Magyarországon az, hogy miközben a pénzek elosztása, a tervezés, hogy hova mi épül, miként fejlődik, az regionális szinten van, egyszer. A politikai döntéshozatal, az pedig van a megyénél, meg van fönt a parlamentben. Tehát a régiónál semmi választott demokratikus intézmény nem létezik, csak pénz. Tehát ez egy olyan ellentmondás, amin túl kell lépni. Na most minek utána a pénz arról az oldalról jön, gondolom a politikai struktúrát is abba az irányba kellene mozdítani, de akkor már a területi tervezési területeket és a pénzügyi egységeket figyelembe véve azt kell mondanunk, hogy kistérség, régió és a nemzeti parlament. Ez a másik. Tehát ezért mondom azt, hogy a régió. A megyénél pedig, hát legyünk őszinték, még mindig megvannak az elmúlt évtizedek maradványai. Még mindig. Tetszik, nem tetszik, de még mindig. Lassan kimúlnak, de még mindig vannak. És sajnos a bizonyos fajta korrupciós szintek pont ezeken a ezeken a szinteken maradtak meg. Hát most nézzék meg, hogy Fejér megyében éppen áll a balhé, de mindig van, mindig, csak legfeljebb nem jut el az országos sajtóba. De ez, hagyján, tehát itt egy racionalizálni kell, funkcionálisan kell gondolkodni. A nemzetállam, igen, a nemzetállam diszfunkcionális. Én nem azt mondtam, hogy nincs szükség rá. Én nem azt mondtam, hogy el fog tűnni, nem fog eltűnni, több okból kifolyólag, mégpedig én mélyen hiszek a kulturális közösségbe. Márpedig, ha van kulturális közösségre alkalmas népesség, akkor azok mi vagyunk magyarok, mert ez egy ilyen természetű, ilyen műfajú társaság. A kérdés csak az, hogy a nemzetállamot, ha a politikai funkciók, amelyek globális szintre emelkedtek, és azt muszáj az unión keresztül képviseltetni, mert mondom, minket Budapestet nem hallgat meg a kutya se, de Brüsszelen keresztül már a véleményünk valahol jelen lehet. Ez egy az kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt az érdekvédelmi szinten megvalósítani. Tehát sok minden függ azért tőlünk, hogy működjön. Tehát a politikai szintben egyre kevesebb jogkör marad meg kvázi Budapesten. Gazdasági szempontból megint egyre kevesebb a jogkör. Hát nézzük meg végül is azt, hogy Magyarországnak mi lesz a fejlesztése, azt az uniós támogatások fogják, döntik még mindig el. Isten adja, hogy eljussunk oda, hogy mi már nem kapunk uniós támogatást, mert olyan marha jól megy nekünk, de még nem tartunk itt. Tehát még egy darabig nem befizetők leszünk, hanem ki pénz befizetők mellett kérők is. Ami kérünk, addig meg ott döntik el, hogy elfogadják-e a mi fejlesztési programunkat. Ugye nem úgy megy ám, hogy Brüsszel elosztja a pénzt. Le kell adni egy fejlesztési tervet, regionálisan végig gondolva. Ezt a regionális tervet ott elolvassák, a költségvetését jóvá hagyják, nem kritikákat emelnek, és ezért így szórakoznak 7 éven át, mire eljutnak oda, hogy az új költségvetést megszavazzák. És ott pedig uniós szempontok döntenek.
Mert azt a költségvetést az Európa Parlamentnek is végre kell hajtani, és hiába van Európa Parlamenti képviseletünk, vagy mindig összeveszünk a többiekkel, vagy ilyen kevesen vagyunk a többiekhez képest. De azért itt a számok, az arányosítva vannak a szavazatok, azt ne feledjük el. Tehát, hogy hány lakos a Törökországot, azért nem veszik fel, mert még egy 79 milliós nép bejön, azok nagyobbak, mint a franciák meg az angolok. Most képzeljék el, az ő szavazatuk fog dönteni. Hát úgy félnek tőle, mint a tűztől. Törökország már rég elérte az uniós belépéshez való szintet. Sőt, hát mindenki tudja, hogy középhatalommá válik gazdaságilag is, de a szavazat arány miatt nem veszik föl őket. Na sajnos mi arányainkban kicsik vagyunk, ez tény. Na most az, a kérdés a nemzetállam szempontjából az, hogy mivé kell válni, hogy mondjam, hogy kell átalakítani a funkcióját ennek a nemzetállamnak. Amikor én a részvételi demokráciáról beszélek, ugye említettem a közösség, a kulturális közösség és a kulturális jogok. Egyre inkább arra megy a világ, hogy az emberi jogok, kulturális jogok fele fog haladni. A kulturális jog az egy közösségi jog. Én úgy gondolom, hogy a magyar államnak a legfontosabb feladata, mint nemzetállamnak, az, hogy ezt a magyar közösséget, a saját kulturális hagyományaiban, a saját kreativitásában, a saját lehetőségeiben próbálja, és saját társadalmi lehetőségeiben is próbálja megőrizni. Ez mit jelent? Milyen feladatok? Ugye egyszer meg fog maradni helyi szinten egész biztos a szociális rendszernek. Azt át kell egyszer szerveznünk, hogy milyen, hogy fogunk bánni az öregekkel, a fiatalokkal, mi lesz a gyerekeinkkel. Ezt ennek a közösségnek kell eldönteni, és ebben békén hagy az unió. Mert ő csak a pénz érdekli, meg a politika. Hál' Istennek. A másik kérdés ugye a magyar nyelvnek és kultúrának, meg a, és a magyar hagyományoknak a megőrzése, amitől olyanok vagyunk, amilyenek. Ezt újra kell gondolni, mert meg kell vallanom, hogy az a fajta kultúrpolitika, ami itt működik 20 éve, ez is egy abszurdum. Először is nem visz a kreativitás felé egyszer, másodszor álhagyományokat támogat. Tehát újra kell fogalmaznunk, mi a hagyomány. A tradíció az nem egy álló dolog, azt hogyan kell fejleszteni. Ehhez az egész magyar oktatás, mit jelent magyar iskolába járni? Tehát rendbe kéne hozni az oktatást, a kutatásfejlesztést. Ezek mind nemzeti kérdések. Olyan büszkék vagyunk a Nobel-díjasainkra, meg a kreativitásunkra. Érdekes módon az eltelt 20 évben egy Nobel-díjasunk volt egy irodalmár. Kész, egy író. Hol van a másik 20? Akit már le kellett volna tenni az asztalra. Hol van a magyar innováció? Miért van az, hogy beszélünk állandóan magyar feltalálókról, de magyar feltalálókat nem tudjuk bemutatni a világnak? Hát annyi nemzeti feladat van, mint égen a csillag, ami a pozíciónkat is meghatározza abban a bizonyos európai és Európán túli globális világban. Hát úgy engedjük ki az embereinket a világba, hogy öröm nézni. Itt egy tehetséges ember nem marad. Tehát Magyarország lassan kezd úgy kinézni, hogy van a tehetség, aki elmegy, azt sem tudom, hogy ki az illető, itthon megverem a mellem, hogy sokan vagyunk. Hát így nem, ez nem nemzetpolitika. De az sem nemzetpolitika, hogy mit tudom, én 1000 évvel ezelőtti szüttyővel rohangálok. Tehát gondolkozzunk egy kicsit saját magunkon el. Hát a 21. században élünk, mit jelent a 21. században magyarnak lenni abban a világban, amelyik lassan nem akarja felismerni, hogy van koreai, van magyar, van ilyen vagy olyan. Ez egy nagyon komoly politikai kérdés. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam válaszolni, és meg tudjam utána védeni, ehhez magam mögött kell tudnom azt a társadalmat, azt a közösséget, aki ide sorolja magát. Ez valóban részvételi demokráciát igényel. Tehát ezen kéne gondolkodnunk. Ettől válik egy életminőség mássá, mint amit felülről diktálnak. Ezek mind hozzátartoznak a közösségi élethez. Tehát ezeket a funkciókat kellene nagyon komolyan újra gondolni, és mindent a helyére rakni. Nem lehet mindent besöpörni, hát a világ változik, ezt tudomásul kell venni. És nem jelenti, én nem hiszek abban, hogy a globális világ az minket meg fog enni. Persze, ha bedugom a fejem az oroszlán barlang vizébe, meg fog enni, puf. De ha nem dugom be, az nem feltétlenül fog ő utánam jönni. A gazdaság az nem közös...
attól, mert erre azt tudom mondani, hogy attól, hogy a katalánok Spanyolországhoz tartoznak, elnézést, a katalánokat nem tudják a spanyolok megenni, pedig nagyon szeretnék, még a baszkokat is szeretnék, vagy az angolok szeretnék az írekkel megenni, nem tudják. Ha tudja, hogy mi az ő fény. Azért, bocsánat, csak ez a fényik a részleteli iskola, és csak egy filmet hagyomos vagyok a magyar vándor, nem tudom ki látta. Igen. A filmet tipikus, ugye van a hétvezérünk, a magyarok sem nincsenek, és hogy milyen magyar egyáltalán. Nem is a lényeg, a részleteli iskola, ugye ez a kérdezőm a körülsz, hogy ez például mondjuk a alapítványi iskola, mint az AKG, vagy hogy illeszed ezt be az oktatáspolitikában, látjuk, hogy milyen irányba halad, mert végül is arra beszélünk, hogy a jövő társadalom, a fiatalok, és hogy őket úgy neveljük, hogy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy a jövő generációhoz, hogy ez az önismereti szerint Kanadában, meg végül iskolában, akár pedig, hogy miért hoztak őket a Nem, ott úgy volt, hogy van egy kanadai filozófus, akinek van egy híres mondása, ő indította ezt a mozgalmat el 92-93-ban. Az a, hogy mindenki tud valamit, de mindenki másképpen tudja. A lényege a dolognak az, hogy ugye ők abból indultak ki, hogy, és ezt tudni kell, és ez megint egy tanul, azért mondom el, mert ez tanulságos, hogy Kanadában ugye rengeteg a bevándorló, és a világ különböző szintjét helyeiről jönnek be a bevándorlók, sőt, ugye volt egy idő, amikor kifejezetten ők mozgatták a bevándorlást, de ezek különböző nációk, és az a kanadai társadalomnak és jövőnek az volt a feltétele, hogy minél hamarabb egy szintre hozni az embereket. De hogy tudok én egy szintre hozni egy indiait, egy európaival, egy dél-amerikait, egy mit tudom én kínaival, akkor, amikor más kultúrából, más nyelvet beszélve érkezik. Más képességekkel is érkezik, és nem akarom megbántani az emberi jogokat sem, tehát nem akarom őket homogenizálni, mit tudom én, nem ez nem az amerikai Egyesült Államok katlanja. Tehát a Kanada nagyon intelligensen gondolkodik ettére. És akkor találták ki a részvételi iskolát, tehát az, hogy nekem kell az eszközöket és a tanulási lehetőségek, a tanulás csomópontjait sokszorosítani, mint iskola, és hogy a gyerek majd megtalálja azt a megfelelő helyet vagy megoldást, amiben megérti ugyanazt a számtan, mondjuk ugyanazt a matematika képletet, de az egyik az megérti, amit tudom én úgy, hogy elmondja neki a tanár, a másik úgy, hogy 20-szor utána nézi videón, a harmadik az úgy, hogy külön tanulócsoportba tud csak, mert a másik gyerektől tanulja, de mindenkinek más módjai vannak, hogy leghamarabb eljusson arra, hogy megértse azt, meg tudja csinálni ugyanazt a számtan példát. Tehát ez a cél. Na most ehhez feltérképezték, megnézték, hogy hány fajta a tudás megszerzésének milyennek a legjellemzőbb csatornái, és ezt az informatikán keresztül bevitték az iskolába. Tehát például van egy ilyen általános iskola, hogy a gyerekeknek például minden osztályban ott van egy kis kamera, ők nem, ugye ott náluk nem felelésnek hívják a dolgot, hanem az, hogy ki van osztva, vagy mikor melyik gyerek, melyik témakört prezentálja. Az azt jelenti, hogy kiáll az osztály elé, elmondja a dolgot, bemutatja, számtan feladatot old meg egyenek. És minden osztályban benn van egy kis kamera, és videóra veszik ezeket. És az a gyerek, amelyik tényleg jól, szemletesen mondja, azokat kiválogatják az informatikus, és fölteszik az iskolának az informatikai rendszerére, egészen őszintén a YouTube-ra is fölkerül mellesleg. Én a YouTube-on szoktam nézni ezeket, és akkor 8-10 éves gyerekek néhány perces videóba elmondja a számtan példát, meg a magyar, vagy biológia, mi ki mit. És csinálnak ebből egy úgynevezett tudásbankot. Az a tudásbank azt jelenti, hogy ezekkel be bármelyik gyerek, 10 év múlva akár, ha nem értem mondjuk a, mit tudom én, a X feladatot vagy problémát, akkor fölmegyek ebbe a tudásbankba, és ott megtalálom korábbról valamelyik gyereknek az előadását, aki elmondja, tehát mert a gyereken keresztül könnyebben tanul. Akkor a másik mondjuk ilyen rendszer, hogy minden osztálynak van saját honlapja, ugye ezek nem önálló külön, hanem ilyen
mint egy könyv szeletel, vagy minden közösségnek van egy honlapja. A honlapokon minden osztályon belül van egy külön rész, ahol a tanárok 3 hónapra előre megadják, mik lesznek az óráknak a feladatai, mik lesznek a témák, mi a szakirodalom hozzá, külön mappába az interneten milyen honlapokat nézzél. Minden, tökéletes. De élmény, olyan a honlapjuk, hogyha bemegy az ember ebbe az iskolába, hogy mutatja, hogy melyik országból vagyok, és ott vagy magyar. És akkor éjszakánként szoktam menni, és akkor hol egy portugállal, hol egy franciával találkozom, mert mindenki ezeket nézegeti, élmény, éjszakákon át szórakoztam. Akkor a mappába ezt fönt is hagyják egészen a téma záróig, amíg teljesen új anyagot nem kapnak. Akkor a gyerekek, minden gyereknek van egy saját kis honlap felülete. De nem honlap, ők blogolnak. Tehát ők rájöttek arra, hogy a blog az jobb, mint a honlap. Minden gyereknek van egy saját blogja. Oda a gyerekek az osztályból is bemehetnek. És akkor kapnak feladatot, például volt egy kislány, hogy kellett neki csinálni egy PowerPoint-os bemutatót arról, hogy hogy növekszik a fa. Hogy mit a gyökerei, az ága, mit a... És akkor ezt egy, ami biológia órán tanultak, és hogy hasonlítsd össze a cserjével, vagy mit tudom én. Szóval lényeg, egy ilyen nagyon jó pofa. Kislány képekkel, szöveggel szépen megcsinálta, tehát megtanulta egyszer, hogy kell összefoglalóan, szemléletesen bemutatni, amit tanultam leckét. Ugye ez az első feladat. Második, a gyerekek bemennek ebbe a bemutatóba, és megírják a véleményüket, ugye a blognál. Ez nagyon tetszett, gratulálok. Szerintem még ezt vagy azt kihagytad. Összerakják, tehát megbeszélik a blogba, ugyanúgy, mint egy Facebookon beszélgetnek, de nem csettel, hanem a blogba. A tanár bemegy mindegyik gyerek, minden gyereknek vannak ilyen feladatai, külön-külön, bemegy a blogba, és azt látja, hogy a gyerek biológiából ezen a szinten van. A következő feladatot, amit kiad, ugye mivel számítógépen dolgozunk, már a következő házi feladat olyan lesz a gyereknél, ami az ő tudás szintjéhez van alkalmazva. Ugye nem kérek tőle nehezebb házi feladatot, mint ahol tart. Tehát a tanár a blogokon keresztül tudja követni, hogy a gyerek nagyjából hol tart tudásban, és akkor be tudja írni úgy, hogy akár úgy, hogy a többi osztálytag látja, úgy is, hogy nem látják, beírja a véleményét. Szia, Kati, gratulálok, láttam, nagyon ügyes voltál. De szerintem még jó lenne, ha megnéznéd ezt a honlapot, vagy azt a lexikon, mert erről a témáról érdekes dolgokat olvas. Azt nem azt mondja, hogy te hülye vagy, hibáztál rosszat. Nézd meg ezt, meg azt. Hát ha hiszik, ha nem, az összes ilyen elektronikus nagy lexikont, például ami most készül, ugye a nagy a világ állatairól, meg növényeiről készül egy óriási nagy enciklopédia, amiben magyarok is bedolgoznak egyébként, illusztrálva angol nyelven, zseniális. Én egyébként ott találkoztam vele először, és így néztem meg a jeges medvét ebbe az enciklopédiába. Hát ne tudják meg. Hát ebbe az enciklopédiában, ugye még én, amikor még az egyetemen is mentem, és lexikonoztam, hát ehhez képest megnézni, hogy mit csinál a jeges medve ebbe az új világ enciklopédiába, hát ne tudják meg. Ide-oda küld, filmet ad, nagyíthatok, kicsinyíthetek, átmehetek a másikra, mert a, mit tudom én, a jegesmedve ezt csinálja meg, azt szereti, akkor megnézem azt, hogy az milyen hal, mit, élmény, olyan szinte játék. Tehát a tanárnak nem az a lett a dolga ebben a rendszerben, mint az én tanítónénimnek, hogy az asztalra csapott, hogy fiam, még 10-szer leírod, bár az is hatásos volt akkor, hanem azt mondja, hogy irányítja. Észreveszi, hogy ezeket a dolgokat nem nézi meg a gyerek, vagy nem jut eszébe. Nem azt mondja, hogy hülye vagy, meg lusta vagy, hanem menj, nézd meg, és akkor ehhez a meglévő PowerPoint-os bemutatóhoz 2 nap múlva a kislány fölrakott még 2 diát, belerakta ezt is. És akkor a gyerekek visszatérnek rá. Fú, de klassz, a múltkor ez nem volt benne. Tehát, értik? Tehát a játék, a sikerélmény és az ismeretnek a megkeresése olyan zseniálisan van összerakva, de ez egy más pedagógiai módszert jelent. A lényege az, hogy én irányítom, mozgatom, nekem csak az a dolgom, hogy tereljem, hogy hol talál helyes információt és jót. És a siker pedig az, hogyha fölmegyek a YouTube-ra, és állj, anyuka is megnézi, te jó ég, a fiam mondja a matek leckét, és akkor a táblán ír, és magyarázza a kisrác az egészet. Szóval
Ez pedig egy büszkeség. Na most van egy olyan bankjuk, ahol van, minden hónapban a rendszer automatikusan csinál egy verseny, hogy abban a hónapban ki volt a legjobb. Ez azt jelenti, hogy kinek a videóját, vagy kinek a bemutatóját nézték meg a legtöbben, és akkor ugye a rendszer ezt automatikusan számolja, és akkor minden hónapban csinál egy dicsőséglistát. Kicsiktől a nagyokig. De ez az óvodába kezdődik, tehát nagyon érdekes, ez egy óvoda általános iskola, amit én szoktam látogatni, már az óvodába elkezdik a gyerekeknél, ők meg rajzolnak. Tehát az, hogy hasznosan használni a számítógépet, itt ma mit csinálunk mi magyarok? Azzal szórakozunk, hogy szidjuk a gyerekeket, mert az csak ül a számítógép mellett, és játszik, és akkor veri. És mi lenne, hogyha értelmes dolgok fele terelnénk? Mi lenne, hogyha megtanulná az, hogy egy ilyen lexikonba menni, mekkora kaland és mekkora játék? És holnap a jeges medvét üldözni, és nem a mit tudom én mi a csodát a... Értik? Tehát a mai gyerek nem olyan, amilyennek mi neveljük? Hát vegyük tudomásul, hogy megváltozott a világ. Igen, az én tanítónénim kezében csak egy kréta volt, és egy fekete tábla. De aztán jött valamilyen barom, és kitalált, hogy a zöld tábla jobb. Nekem hülyeség, aki a fekete tábla mellett nőttem föl. Aki behozta a zöldet, az meg tudta magyarázni, hogy igen, mert a szemet javítja. Én előbb lettem szemüveges, mint a unokaöcsém. Tény. Aztán jött egy harmadik, aki más talált ki. Vegyük tudomásul, hogy most van, fantasztikus eszközök vannak a kezünkben. És mondok valamit. Nekem, én azért vagyok dühös, mert hogy annyira rajtunk múlik. Végig csináltam 12 évet általános és középiskolát az unokaöcsémmel, nálam lakott. A 12 év alatt gimnáziumban egyetlen egy középiskolai tanárral találkoztam, a földrajz tanárával, aki a gyerekeknek kiadott olyan házi feladatot, hogy keresd meg az interneten, rakd össze szemléletesen, csinálj belőle bemutatót. Egyetlen egy tanár. Budapest egyik legnagyobb gimnáziumáról van szó. És a másik pedig előadta, meg a harmadik, hogy nem szabad az interneten megnézni, hogyha valamit nem értesz a házi feladatban, inkább ne csináld meg a feladatot, mert az hazudik. Na most tény, van egy csomó téves információ az interneten, ahogy a lexikonokban is van egy csomó téves információ, tévedésen. Meg kell tanulni, hogy mi és milyen alapon, milyen kritériumok alapján fogadható el, és mi az, amit nem fogadhatok el. A jót a rossztól megkülönböztetni bizonyos kritériumok alapján tanították meg nekünk. Ez pont ilyen. De ha én nem adok módszert és eszközt a kezébe, hanem mumusnak tartom, akkor lesz egy csomó hülye emberem, aki bűvöli a számítógépet, csak használni nem tudja arra, ami kéne. Kérem, ez nemzetpolitika. Elnézés, de ez az. Szóval, és mesélhetnénk 100 000 dolgot, és nem kell hozzá tudósnak lenni, én sem vagyok az, csak azt nézem, hogy a gyereket hogy tanítják az iskolába, illetve hogy nem tanítják. És rajtam kívül egészen biztos, hogy van még legalább 2 millió felnőtt, aki ezt látja. És ki dönt? Az az 100 000, aki már... Szóval ezekhez kell a demokrácia eszköze, hogy ezeket követeljük saját magunk jövője érdekében. Tehát én azt hiszem, hogy a nemzetállam kell. Nagyon fontos. Csak más dolgokat kell megteremtenie, megvalósítania. Mondjak valamit. Menjünk vissza megint a múltba, az ősközösségbe, amikor elkezdődött a nemzetállamot a 19. században, akkor milyen feladatokat akartak a nemzetnek adni? Az osztrák-magyar monarchián belül voltunk, és az osztrák-magyar monarchián belül is megtalálta Magyarország a saját nemzetpolitikájának és a nemzeti kormánynak a lehetőség mozgásterét. Hát próbáljunk most így gondolkodni. Most nem az osztrák-magyar monarchiában vagyunk, most benn vagyunk az Európai Unióban. A monarchiával se jártunk annyira rosszul, mint ahogy sokan mondták annak idején. Most utólag nézve nem volt azért az annyira rossz, mint ami. Bizonyos szempontok szerint. Csak egy szempont szerint volt igazán rossz
az szerint a bizonyos nemzeti érdek szerint, amit valóban önállóan kell. Azt nem fogja egy osztrák megcsinálni helyettünk, és Brüsszel sem. És akkor van célunk, és meggyőződésem, hogy ezt lehet részvételi alapon szervezni egy új típusú demokrácia szerint, annélkül, hogy borítanánk a félvilágot. Mert ez közösségi kérdés, ez nem érdek a pénz, a gazdaság, az érdek, az más módon működik. De a nyelvünk, a kultúránk, a hagyományunk, a gyerekeink, a szociális intézményeink, hogy mi hogy fogunk bánni az öregekkel, hogy fogunk bánni a csecsemőkkel, a saját emberségünk, elnézést, ezek olyan közösségi ügyek, amelyeket más nem csinál, meg úgyse helyettünk. És ehhez alulról kell építkezni, ez nekem meggyőződésem, ez nem lett felülről. Mert úgy is fog kinézni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a jelenlétet, és ha elkészül a videó, akkor visszanézhető, másoknak ajánlható a város honlapjáról kiindulva. És két hét múlva lehetőség van ismét találkozni a következő előadóval, és mindenkinek szép estét, viszontlátásra!